És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 19 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello Feri, hello Jani, hello, jó reggelt, hello drága hallgatók, itt vagyunk mindenkinek. Csütörtök van, telnek a napok, és hát nagyon... Nagyon-nagyon későn világosodik már. Igen, és nem leszünk szebbek. Nem leszünk szebbek, és 5 óra 50-kor még mindig ilyen sötétben vagy fél sötétben indultam, és ez megrázó volt, hogy hát a fene vigye el, de azért ez tényleg közeledik. Bár az időjárás illetően nem lehet okunk panaszra. Nem. De közeledik az ősz. Nem, hogy... tök jó, hogy egyébként a héten egyetlen napra mondanak esőt, akkor, amikor futóverseny lesz, nektek pedig kerti partidó. Tehát igen. Tök jó. Akkor mondanak szépen. Mit? Nem. Egy kis esőt. Vasárnap. Igen? Aha. Nem áll, ne legyen vasárnap eső. De én sem szeretném. Nem annyira kellemes dolog esőben rohangálni. Ja, hát pláne, igen. Megígérted. Azt mindenképpen hozom. Azt mindenképpen hozom a vasárnap elkészült marhapörköltöt, illetve abból egy kicsit. Uh-huh. Csak egy kockányi, nekem nem kell. Szemre vételezd. Igen, csak gyűrizd le. És vasárnap van a futás is. Ja, akkor lesz a vízzel. Hát víz. Hát szárazon nem tudom, vízen nem tud szárazon futni. Érted? Hát hogy? Ja, tényleg. Hallottál már ilyet? Szárazon fut a vízen. De azért is aggódok természetesen, hogy jó lesz, ha a marha pörköl. Tehát, hogy azért érted, esőbe, kint nyílt tüzel. Jó lesz, de érted? Olvastam. Csak ilyen átmeneti fejlősödés, meg ilyen. Szóval semmi komoly, kánikula. És azt elmondom nekem, mit mond vasárnapra napsütés, mert gomoly fellők képződnek, elszórtan alakul ki. Az még talán jól is jöhet. Nyári a záporzivatal, alig lesz változás a hőmérsékletben, 29-30 fokot méretű. Nem tűzi meg a fejemet, a kis kopasz fejemet. A nagy napocska. Egy ilyen frissítő záporon keresztül ennyi? Futsz, és már is. Nem, lehet, hogy nem is lesz olyan rossz egyébként. Ti meg majd a Bogrács Árvát legfeljebb a zene pavilonban állítjátok fel, érted? És akkor ennyi. Nem esik bele az eső. Nem lesz, akkor nálunk nagyon sok gyerek lesz, felnőtt lesz, úgyhogy jó. Úgyhogy jó mulatság lesz remélhetőleg, hát aztán majd hétfőn beszámolok. Viszont ez a Depes Mód, ez nagyon jó kis nyitás volt. Ez felüdülés volt. Masszívan a tínédzser éveimet juttatja az eszem, amikor még a Duránosok és a Mótosok engesztelhetetlen gyűlölettel csaptak össze a pecsám. Tényleg, ez erősen a... Sok Damil karú. Azt hiszem a legrégebb óta működő rajongói klub az övék például. Tehát a mai napig is ők összejárnak, hetente egyszerűen nyilván Depes dalokat hallgatnak, mindenki feketébe öltözik, és vagy ők nem voltak, de feketék volt, nem, masszívan, voltak a feketések, meg aztán a bonanzások is feketések voltak. Igen, a Duránosoknál becsúszott egy-két a fehér ing is időnként, mert ők tényleg a feketét meg a fehéret kombinálták egymással, de a Módosok azok csak feketébe. Szigorúan. Szigorú fekete, és aztán ugye itt a bonanza, és ők is. Igen, ők is feketébe. És hosszú éveken keresztül ugye Ákos kitartott amellett az állítása mellett, hogy nekik egyébként semmi közük nincsen a Módhoz. Tehát, hogy ők nem ők akkor is ilyen zenét játszanának, hogyha nem létezett volna soha a büdös életbe. Mi az a Depes Mód? Igen. Na, így pont ez volt. Azért valami hatással volt. Valami hatással volt rájuk. Egészen pontosan ez. Jaj, de jó időszak volt, az fantasztikus volt. És amikor a magyarországi Depes Mód Klub, nem tudom, hogy pontosan ez a nevük, bármiféle rendezvényt csinált a városban, akkor megjelentek ilyen a kor szintjéhez képest iszonyatosan jól megcsinált, hihetetlenül jó grafikával ellátott, nagyon-nagyon menő plakátok mindenhol. És akkor mindig ugye ki volt írva, hogy Depes Mód, mindig azt hittem, hogy itt a Depes Mód fellépés, hogy ez kiderült, hogy nem, csak valamilyen, hogy hívják, hogy érted, a klub rendezett megint valamit, de nagyon jó minőségű kis plakátok voltak. Tehát nem ez a fénymásolt, nem ez a, hogy hívják, a lehúzom gyorsan a fénymásológépen, még mielőtt a főnök bejön típusú plakátok voltak, nem ezek a fekete lyukasok. Nekem volt egy Depes albumom, a Kalapácsos. Ez a Black nagyon... Celebration. Igen? Szerintem. Hát én már nem emlékszem rá, azt se tudom, hogy került hozzám, mert én különösebben... Azon van ez a zenét... Question of Time. Igen, ugye? Én különösebben nem szerettem, de lehet, hogy a nővérem hozta haza, de az egy nagyon menő volt, hogy külföldi lemez volt, valami nyugat-német nyomás, azt nem is értettük, hogy az hogy került. Hát pláne. Mert ugye ma a jugoszláv lemeznek nagyon örültél, az ilyen minőség volt, a magyar Pepita, hát az örültünk, hogy lehet kapni rajta Neoton Familiát, volt jó, és ez meg egy nyugati lemez volt, és egy izmos csávót kalapáccsal állt, de akkor most már tudom, hogy ez az. Mi? Igen. Black mi?
Celebration. Black Celebration, igen. Úgyhogy. És tegnap is egyébként ilyen kicsit retro hangulatban voltam, van egy marha jó album, úgy hívják. Fölütöttél egy gyökámet? Igen, megtaláltam. Megtaláltál egy... Kiporszívoztunk végre a padlószőnyek alatt is, és megtaláltam az eldugott csomagból. Benéztél végre az ágy mögé? Igen. És megtaláltam egy tutti frutit, és ezt sajnos már is sikerült szétnyitnom, mert nagyon használt volt. Igen. De van egy oldal, az a nevük, hogy Fortepán. És akkor beírod azt a keresőbe, hogy Fortepán, aztán nyomsz egy entert, és millió számra találsz fent rengeteg képet. Beütsz egy-két keresőszót, mint egy nyilván én beütöttem azt a Jüllői út, meg Pesszent Lőrinc, meg Szarvascsárda tér, meg stb. És akkor találsz belőle képeket, mint tudom én 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 80-as évekből is, és találtam olyat is, ami mondjuk 75-ös volt, akkor én már ugye léteztem, és megtaláltam, hogy nézett ki 75-ben a Szarvascsárda tér. És hihetetlen volt, mert láttam egy olyan zöldségest, ahol mi is jártunk annak idején a családdal, ahol rendszeresen bevásárolgattunk. És akkora kincsekre lehet bukani, most hogy... olyat talán, hogy ott áll a kis félelmetes. Janika, az mekkora lenne, nem így megtalált saját magad egy 75-ös ilyen fotón. És ott állok. És ott állsz meg apáddal kézbe fogva. Igen. Kis rövid nadrágatjában. Szandába, az okniba. Igen. Apám pedig ez nektek primőr arckifejezéssel a fején. Amit én hoznék, náz. De tényleg zseniális az oldal, mindenkinek ajánlom, aki szeret egy picit így a múltba révedni. 1990-ig vannak fent, tudomásom szerint, képek. És hát szenzációs. És tehát, csak hogy Budapest kicsit, van, vagy nem. Vidék is? Vidék is. Masszívan. Masszívan. Az egész ország területéről mindenhonnan küldözgettek be. Egyrészt küldözgettek be, másrészt meg úgy különböző archívumokból gyűjtögették össze ezeket a képeket. Szerintem igazi kincs. Fantasztikus. Idégy hallgatott, törik a csont, folyik a vér, öld a duránost, módos testvér. Verték egymást? Voltak? Hát igen, ők nem voltak annyira kemények, tehát hogy azért... Miközben megnézem, hogy egy durános összeverekedik egy módossal, tehát azért egyik se volt. Igen, kőbányán a Muter klubban, amikor egy bőrfejű meg egy punk összetalálkozott, ott azért, hogy hívják, masszívabb dolgok történtek. Nyersebb volt egy picit a hangvétel, mint amikor egy durános meg egy módos találkozott, de ott is azért voltak. Na jó van, egyébként minden oké? Minden rendben van, tegnap jó volt minden. Jó van. Mondhatni, igen. Mondhatni, akkor minden rendben volt mindenkivel. Minden oké, semmi mesélnivaló. Semmi. Jó. Csendes hétköznapok. Csendes hétköznapok. Horgászás, hogy rohadjon meg. Ezek vannak csak. De miért kaprózzátok, én nem halásztok? Mert nem lehet. Nem lehet. Hát ez hol ez az megvan, hogy a főnök most fölkapta a fejét, hogy Balaton nem lehet balatoni halat kapni. Hát tesó, ti hoztátok a... Na mindegy. Úgyhogy és akkor csak égé csodálkozott, de most majd megoldják, mi megpróbáljuk önnelátón termelni a halat. Soma előre lépett, mert eddig ilyen pöccintős botunk volt, ott ez a úgynevezett spitzbot, tehát nincs rá semmi, nagyon okos vagyok már, mert van egy horgász barátunk ott a villaparkban, és tegnap beszakadt az egész szerelés, ő mentett meg önöket, és mondta Soma, hogy szerinte azért nem vagyunk sikeresek, mert azzal nem lehet nagy halat fogni, és én már azt mondtam, hogy végre jön az a mondat, hogy apa, hagyjuk a fenébe ezt az egészet. Nem kitalálta, hogy akkor lépjünk előre, és orsós botot kellett. Orsós? Az már komolyabb, egy fokkal komolyabb. Hát vicc, ez 6000 forintos beruházás volt, de tokkal vonóval minden. Már láttam a jövőt, ahogy ültek a terepszínű cuccokban. Én nem akarok, de továbbra sem tudok nyilván mit mondani, de a gyereknek nagyon nagy örömmel megyek le a partra, viszont 1 kilós pontyot fogtunk tegnap, képzeljétek. Az igen, az komoly. Vissza kellett engedni, nyilván, mert nincs 30 centiméter, ilyeneket tudok öregkoromra. Tehát 30 alatt nem hozott halat. Hát miért? Miért kell tudja ki? Az sporthorgászat, az ugye kifogod vissza. Így van, megpuszilod vissza. Megpuszilod, innen, igen. Már más is kifogassa. Női nagyra, két év múlva találkozunk. Igen, legyél még nagyobb, még szebb. És gyönyörű. A szerelékért küzdöttetek, ami beszakadt? Nem, hát egyet megpróbálom kiakasztani, akkor jött egy ott, akik most a parkban. Fura volt, hogy 20 méter tőletek elkezdett recsegni a móló. A móló, illetve ordítások hallatszottak, mert túldobtunk. Akaszt ki, te hülye. Úgyhogy nem, de azt beszakított. Viszont ott volt egy kedves ember, aki azt mondta, hogy majd ő újra köti. Mondta először, hogy ad horgot. Hát mondom, én nem tudok kötni. Hát szórakozol. Ezt meg kell horgot, ezt meg kell kötni, persze. Persze, meg kéne ezeket spécibe. Tanulni. Spécibe van? Spécibe meg kell kötni. Nem, hát talán még egy horgot meg tudok kötni, de nagyon nem vagyok. Holnapra hozok. Nem vagyok egy nagy horgász, az igazság. De a gyerek nálunk is rá van kattam a...
Mert nyilván ott az elejtés, tehát az, hogy ugye erősnek tűnsz azáltal, hogy élő állatokat ejtesz fogjul, ha kell ezt definiálni, ezt a horgászatot, szerintem a gyerekek ezt élvezik benne elsősorban, nem? Úgy hatalma van, mint hogy békát elkapni, meg mit tudom, már nem úgy, hogy nem az enyémet, hát, hanem hát, ugye mindenki a sajátját kapdoss el, de hogy valószínűleg ők ezt élvezik benne. Persze, na, hát és ráadásul mindenkinek jobban tudnak horgot kötni, illetve hát damilt kötni, damira horgotnak, hogy így, hogy még mielőtt valaki ezt kap. Istenem, hogy beszélem, én amatőr. De én azt tanultam meg egy időben, mert apámnak akkora ujjai voltak, hogy gyakorlatilag semmit nem tudott, egy tűzkövet nem tudott cserélni az öngyújtójában, mert olyan nagy krumpli ujjai voltak. Gyere, segíts ide, fiam! És gyere már a kismára meg ezt a drillinget, Janikám, tényleg megint belemegyek. Így nyomta? Egyértelműen fogalma nem volt róla. De nem tudta megkötni, tehát az elméletét tudta, viszont az ujjai teljesen alkalmatlanok voltak rá. Ugyanilyen vagyok én is egyébként a Somával, pontosan ugyanez megy, hogy van valami, ami ilyen kis ízé, mondom, gyere már ide, na, majd csinálj, mutatom, figyelj, elmondom, csináljad, ugyanez vagy. Tehát tényleg az, amit te kaptál az apától annak idején, az megy tovább, akármit teszünk. Itt van egy százas, hozzá nature. Jó, ezt már nem százast adok, mert abban nem jön ki. Ennyi változik. Na hát ez nagy, igen. Nekem ez hál' Isten kimarad a gyerek, mert mindig elkerüljük a tavat, de ahol meglát egyet, ott sír, hogy menjünk el horgászni. Igen, de olyankor gáztatsz tovább, mert sajnos nem érünk rá. Tudod, hogy itt nem lehet horgászni. Jelzem, hogy ez nem olyan terület. Itt nem szabad. A nagyszülők vitték most valamikor Velencére, és akkor ott nagyokat. Van engedélye? Kinek? A nagyszülőknek, vagy a gyereknek. Kell? Kell, hát. Hát tegnap őt elkaptak bennünket a halőrök, mert a Somának én kiváltottam, februárban lehet ilyen, azt hiszem 2000 forint, és akkor egy évig ez van, egy ilyen horgászengedély, nem egy komoly összeg, de arra jó, hogy ne büntessenek meg bennünket. Jött két nagyszerű ember, akik mondták, jó napot kívánunk, horgászgatunk, mondom, én? Hát én nem, de a gyerek annál inkább, jó, akkor az engedélyt kérjük, mondta, hogy felszadok ázba, hozom mindjárt, fogalmam nincs, hogy hol van, nyilvánvaló, lejövök, és akkor mondta nekik, hogy nézze, vigyék el a gyereket, vigyék el a szereléket, nincs meg. Tehát büntessenek, nincs meg, de jó fejek voltak, mondtak, hogy be kell szerezni, keressük el, és akkor be kell vinnem bemutatni. De nagy. És akkor odamentek, és nagyon komoly arc mondták. Jó napot kívánok! De jó fejek volt. Hek! Horgász ellenőrzők közben. Nem lehet hekka, de láthatnánk az engedélyet? Hek! De szép gyerek! De szép gyerek! De szép engedély! Magáé! De megúsztuk, de rendesek. Fél, hát egyébként kilopják a hallat a tóból, hát ellenőrizzék csak, akkor nem marad nekünk semmi, hanem figyelnek oda a nagy horgászokra. Na jó van. Oké, ismételni akartunk, de már nem kell, mert hogy már elment az idő, meg annyi reklámunk van, meg zene, úgyhogy az nem is fér bele. Gyorsan egy-két SMS, csak így indítás jelleggel, azt mondja, hogy egy ajándékcsomagért tanítok horgászni, egy órát írja valaki. Aztán... Igen, mesélj, igen. Hogy tudjunk menni. Azt mondja, hogy a Cure-t kihagytátok a nagy felsorolásból, igen. Hát a Cure-os, depeses, persze, módos, durános, igen, abban az is benne volt. Azt hiszem, hogy van-e közlekedés, 31-es főúton mennénél ismét óriási a sor, 4 kilométer, köszi. Valamint egyelőre nincs más, de igen, Embőceget felé a 81-es kavicsnál állítják a három lábút, Robo és Pit küldte nekünk, köszönjük szépen. Játékunk, ami a helyzet? 2-1-re vezetünk. 2-1-re megyünk, tehát igen. Ma nyerünk, akkor meg vagyunk. Akkor kész, vége. Hát akkor lehet jelentkezni játékra. Jó, ha játszanátok velünk, írjatok SMS-t. Fontos, hogy ma jó játékos legyen, hogy ne menjen el még a hét. Legyen. Mert ha kikaptok, akkor vége van. Izgalmassá akarod tenni a pénteket. Legyen benne valami izgalom. Legyen benne valami izgi. Jó, úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Ez a Krisztina Aguilera, ez nagyon rendben van. Nagyon ott van. Hát ez egy nagyon. Nagyon jó kis dal, igen. Na, nézzük akkor, hogy ki a játékosunk, jó? 2-1-re vezetünk jelen pillanatban, ugye? És hát akkor megnézzük, hogy kivel játszunk ma. Aki egyenlíthet, ha kikap, akkor viszont eldőlt a hét. Eldőlt a hét, úgyhogy... Tényszerű vagy, mint mindig. Hát nem, csak próbálok magamon állítani egy kicsit. Igen, szóval tényszerű vagyok, mint mindig. Hát ez van, nem? Hát most, hát ha más lenne, akkor más lenne, érted? A tényekhez, mindig ragaszkodni kell a tényekhez. Ezért azt javaslom például a Sláger FM-ek, hogy készítsenek egy olyan szignált is, hogy mi zenélünk, a Klassz FM-et pedig hallgatják. Jó van, kell ez. Valakinek be kellett szólni. Gyerekem, már 6 óra össze 3 van, eddig nem szóltunk be senkinek. Gyerekem, hát most na, itt van már is a játékosunk.
A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok, Henny vagyok. Hello, Henny. Hello. Na, mi a helyzet? Honnan hívtál minket? Pestről, Budapestről. Pestről, és mit csinálsz? Hát, igazából most keltem, most Pestről, és ügyfelettel foglalkozom. Már így felkelés után? Mi a munkád? Nem. Hát, hát mindegy, postán dolgozom. Az jó. Hát, szeretem. Én szerettem annak idején, attól függ, hogy a postai munkának melyik szegmensét végzed. Hát, ablakba ülök, így ügyfelezek. Ablakos. Most voltam postán két napja. De jó, de te szereted. Én szeretek postára járni, találkoztam egy csomó régi szülővel, megtudtam, hogy mikor van judó a gyereknek. Annyi információ birtokába jutottam, hogy... Egy közösségi tér. Egy közösségi tér volt, így van. Hát igen, csak ez valamikor zavaró tud lenni, hogy az ügyfelek így beszélgetnek, vagy valami meg úgy számolgatnánk a hát kis dolgainkat. Lebeszélgesselek, rakjátok ki egy táblát. Mi állunk ott a sorba, mit csináljunk, némán álljunk és várjuk, amíg szólítotok. Igen, számoltok. Ráadásul nem is ti számoltok ott a számológépetek, nem? Hát jó, de hát tudok rosszul visszaadni, volt mellett példa. Azt tudom, hát az kemény tud lenni. Kivel játszanám? Janival. Oké, Henny, na figyelj, rajta csok múlik, mert a hetet is elbukhatjátok, úgyhogy tessék nyerni. Jó, indítjuk az órát, 3-2-1, tessék. Tudtad, hogy voltam én is halász? Halász? Hülye vagyok. Postás. Hol? Postán. Nem. Postás. Kézbesítő. Megvan? Nincs. Tudtad? Nincs. Mióta hallgatod a műsor? Beszéltem róla már pár szó. Hát, nyitás után nem nagyon... Hát, igen. Hogy? Tetszik mondani? Hogy? Hoppá. Nem nagyon. Hoppá. Hát akkor itt vagyunk. Szép volt, Jani. Kicsit behúztad a kéziféket, szívem. Igen, azzal a halászul összezavart. Kintele beugrott a Ferinek a sztória, hogy egy gyerekkel elmentek horgászni, halászni, és akkor így valahogy így türemkedett oda ez a szó, hogy halász. Fogalmam sincs, mit akartam vele, de győztem, ez a lényeg. Igen, ez a lényeg, hogy megvan a hét, igen. Nem baj, szabadságom vagyok, úgyhogy ez itt tök jó. Na, legyőszintetem baj. Örülünk akkor, köszi. Igen, köszönöm szépen. Ciao, hello. Szia. Na, behúztuk a hetet, ennyi. Mint legyünk őszinték, Henninek már, ahogy a hangját hallottuk, nem volt benne, nem? Szóval igen, a lemondás, a fáradtság és a nem tudom mi volt az ő hangjában, de a nyerési vágy hát, és az elszántság, azt én kevésbé hallottam. Ülnek az ablakban, ott mindenféle emberek beszélgetnek iskolákról, meg ilyen fúj, összezavarta már ez, de most meg Jani ezzel a halásszal, nem volt szép. Nem, a halász az nagyon jó volt. Még nincsen benne Rékoffej. Én is voltam halász. Most mi van? Tényleg. Gondolkodtam rajta. Egyszer, hogy el kéne menni rákhalásznak. Mikor ezt? Igen, mert hogy marha sokan írták, hogy ezek az északi Jeges-tengeren szolgáló halászok, rákhalászok irgalmatlan sok pénzt keresnek, nagyon sok munkával. Ha egy sorozat, nézd meg, hogy mit melóznak, és igen, akkor te már fogod értékelni. Akkor van a kedvem hozzá annyira. Mint a Bering szorosba, vagy a Jeges-tenger, nem tudom hol mennek, és ilyen 2 hónapra kihajóznak, ha nincs semmi, káromkodnak, éjszaka dolgoznak, berakják a rácsot, kiveszik a rácsot. Volt idő, mikor néztem ezt a műsor. Nagyon jó, viharos tenger. Viharos tengeren, ha beesel, csak magadra számíthat, nem mennek vissza, érted, nem sok is tudnak. Sok heringet nem ettem volna meg, az biztos. Figyelj. Ha Janika, hol van? Nem tudom, azért biztos, hogy egy dobetok be egy mentőbe. A kezdőkkel nagyon durván beszélnek, ha béne vagy, nem visznek el többet, szóval nagyon, nagyon kegyetlen. Én azt szeretem. Nagyon kegyetlen. A mocskos száj felizgat. Na jó van. Jövünk hiszen nem sokára, jó 3 perc, ha pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek el nekünk. Jó, azt mondja, hogy a régi Balatoni út kivezető szakaszát 2 ló sétálgat, még nem fogták be őket. Jézus Mária, Arina küldte nekünk. Bali kijött az Almásteló 7-es, véletlenül megint összefog törni a telefonot, hogy muszáj legyen megvenni az ujjat, kifigyeltelek te kis kópé. Véletlenül mindig a premier után törik össze. Most ez jó? Van benne valami új újítás? Micsoda, 2 kamerás, csak mondom, tegnap este nézte meg a bemutatóját, 2 olyan képet csinál, hogy amire te eddig büszke voltál, el fogod rejteni a közönség elől. Brutál gyors, vízálló, 2 kamerás, eltűnik a homgomb, én is néztem tegnap. Ilyen tuti 2 kamerás, Iván.
Na, ez jó, az jó. És jó, jónak tűnik. Nem tudom, fene se tudja. Nem, majd ha tényleg föladja, vagy betelik, vagy nem tudom, valami történik vele, amit már nem tudok orvosolni. Lelökjem az asztalt. Nem tudott tok van rajta, sajnos beadtam a derekamat, úgyhogy a gyerek beállt a kisebb óta kellett rátennem egy tokot, mert hetente tört össze, és új előlapot kellett szereznem. Úgyhogy most nem törik. Majd megnézzük, milyen kézbe veszük, megvizsgáljuk, és akkor megnézzük. A gyerek már 2-5. Ére annyit. Na, azt mondja, hogy 2 perc pontosan. 7 óra jönnek a hírek, és aztán jövünk a hírek után. És most, Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, egy új Majka dal után. Többen kérdeztétek, hogy mi ez, Majka és Curtis. Jaja. Szuperszonál, ugye ez a számcíme, hát egy jó kis Depeche Mode. Persze. Egy jó kis Depeche Mode feldolgozás. Kérdezik az egyik hallgatónk, hogy és ilyenkor mi van a jogdíjakkal, hát nyilván fizetik, a Zsűl kollega az előbb azt mondta, hogy fel is van tüntetve egyébként Dave Gehen, társszerzőként a dalban. Tehát nyilván megkérték az engedélyeket. Hát, holnap végén. Nézd már Magyarország, Majka. Érted. Megjött a forint. A rádium fizetési képességével soha nem volt probléma. Csak a tulajdonosi háttérre. A gyerekek, furcsa ez a dal, de nekem tetszik. A gesztius stílusa nagyon jó. Így hallgat. Mi van ilyenkor a jogdíjakkal? Igen, jött a kérdés. Na, közben zajlik a US Open, és mit látok? Hát a nagy eredmények születnek. Hát Nishikori megverte, de Andy Murray, tényleg? Hát itt megtörténhet, hogy Nishikori megveri Andy Murray-t. Nem a jobb lakott. Mert ennél Murray, már nem kell a más. Mivel Wawrinka pedig éppen kiejti Del Potrót, tehát akkor Del Potró, akkor Nishikori Wawrinka és Gyoko valakivel játszik. Te leöntötték zöld festékkel szegényt, ki utálja ezt? Del Potrót? Aha. Itt lehet ilyen színesben nyomni? Lehet, hogy nem, mindent lehet. Itt minden? Amerika ez? Mi ez? US Open? US Open. Aha, akkor az. Tessék, ez is értesz. Hát itt benne volt egy... Hogy rájöttél? Az elmúlt 8 évben csak szívom magamba ezeket a dolgokat. Mondjuk ezt, hogy miért kell így összefesteni vonallal a pályát, az még továbbra sincs meg, de hát nem baj. Ez New York éppen. New York éppen. És úgy látom, hogy Wawrinka bejött az elődöntőbe. Jaj, hát a cipőfűzét hozzáigazította a kis szekér. Hát itt komplexettek vannak már kitalálva, persze. Cuki fiú, ő melyik? Ő a Wawrinka. Hát ez ugye egy pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Ugye azt hiszem, hogy lehet el akartam mondani. 85. Agassi volt az első, aki elkezdett ilyen színes cuccokban játszani, és akkor az nagy port kavart fel. Nagyon, nagyon sokszor. Ja, mert előtte csak fehér. Mi ez a klasszikus fehér szabás? Úrisport. Fehér színű. Aha. Hát igen, de úgy látom, hogy Wawrinka már kirobbanthatatlan az elődöntőből. Úgyhogy ez jó. Ez mindenképp jó. Érkezett velem őt. Kim Jong-un. Ő is ott van áruhában, egy nagy szakában eljött és megnézni a meccset. Ez a Wawrinka nekem nem szimpatikus. Nem szimpi a Wawrinka? Nagyon mondom, cuki. Az előbb ültek itt oldalt, nem tudom mi volt, biztos elfáradtak, de hogy ő 54 darab törő között használt el, érted? De a 30 másodperc alatt, hogy miért nem becsüli meg magát, hogy itt van New Yorkban, érted? Ha én nem voltam még New Yorkban, ha én oda mennék, én 5-2. Egy török közőből megúsztám az egészet. Ez az egyik, a másik... Tényleg, hogy oda vittek neki egyébként 20 darab török között, megtörölte egyel a homlokát, azt már dobta magam mögé. Eldobta. Miközben lehet, török közül allergiája van. Török közül allergiája van, ekcémát kap a használt török között, és csak új török közöbe tud működni. De a sajátjától is. Végig egy török között. Olyan, mint amikor én szállodában vagyok. Tehát, hogy én török között fetisista vagyok. Tehát egyet leterítek a kád elé, egyet a kád oldalára, egyel megtörölközöm, ledobom, ha van még egy friss a mosdó alatt, igen, még aztán meg nem zuhanyzol le, nem lefekszel zuhanyzásnél. Így van. És aztán azt mondom, nincs is kedvem zuhanyozni. És inkább aztán elmegyek és ledülök. Úgyhogy, de ez csak szállodában csinálom otthon. Otthon sokkal diszkrétebben használom a török között is. Rátszólnak, mi? Ott vigyázik el, ott regula van. Az Aviátor című film, mint hogyha pont Balázsról szólt. Ki mellett ott nincs felelőtlen törölköző használat, mert ott azonnal regula van. Na, gyorsan nézzük, mi a helyzet az utakon. Ha van friss közlekedésetek, küldjetek, jó? Hogy tudjam, hogy mondhassam, láthassam, és együtt lüktethessek
a hallgatóinkkal, akik úton vannak, hogy ott dobogjak a szívetekben, az ánuszotokban, mindenhol, hogy Bari, itt van veletek. Főleg az utóbbi. Főleg az utóbbi. Lüktessünk együtt. A közlekedés hírek. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy Balázs az ánuszában dobogja. Jó, Zsül, tedd le. Jó, van, Zsül, le. Jó. Ezt tudjuk, de te mellette ülsz. Nem az emúlik, hogy lesz-e belőle novembertől. Majka azt nyilatkozta, hogy Depeche Mode először meghallgatta a számot, és utána bólintottak rá, szálltok, Majka mondta, nem tudom, hogy így van, de így van, akkor az egy nagy dolog, hogy kiküldték, meghallgatták, és valószínűleg feldolgozást egyébként csak úgy engednek, szóval ezt el tudom képzelni. Én meglepődtem volna rajta, hogy ez nem így történik, hogy a Depeche Mode meghallgatja a számot, és aztán bólint rá. De ez menő egyébként. Hogy előbb bólint rá, még mielőtt meghallgatta volna. De ez menő, hogy egyáltalán rá kell bólintani, meg hogy rábólintanak. Szóval az mindenképpen nagy dolog. Na, azt nézem, hogy állunk. Tiszaújváros 35-ös út, Trafi Gábor küldte nekünk, aztán Solymáron az önkormányzatnál kint a hatóság 40-es tábla tünde küldi, nem működik a lámpa Blahán emiatt. Nagy dugó van, István, köszi, hogy elküldted, és Szapár falu mindkét sávon engedik a forgalmat, ezt a Terminátor küldte nekünk. Balázs, hogy áll a Wawrinka Delpotró meccs, sehol nem találom, köszi Zoli. Hát már látod, segítettem is el is. Mondtam, egyik egy Eurosporton élőben megy, de így áll, hogy ha most Wawrinka hozza az adogatását, akkor ott van. Van az elődöntőben. De milyen kedvesek, aranyosak és lelkesek az argentin szurkolók, hogy még ebben a pillanatban is örülnek. Figyelj, ez a Delpotró, ez egy über tehetséges csávó egyébként, csak se a mérete, se az alkata, se semmilyen nem igazolná, hogy ő ennyire jó teniszjátékos legyen, mert egy hatalmas nagy lakli, és mégis nagyon jó. Ráadásul brutál csuklósérülés volt. 3 évig, 2 évig nem volt, visszajött, és egyből elődöntőket játszik. Olimpián ott van, és nagyon sokáig jut. US Openben kiesik majdnem az elődöntő előtt, szóval, hogy kézed mi lenne, a végig egészséges lenne. Iszonyatosan tehetséges. Verte a Djokovicot, Nadalt, Federert, Wawrinkát, mindenki meg tud verni a világon, azért ezt is kevesen mutatják el magukról. Azért, úgyhogy... mert nagy, az már nem jó teniszre. Hát, ha ilyen magas vagy, meg ilyen nagy, akkor azért ez nem feltétlenül. Nem kell ezt választani. Na, látod, ezt is most na. Életemben először szerencsésnek érzem magam, amiért, hogy alacsony vagyok. Jó, de hát Wawrinka megállíthatatlan. Pácska. Én direkt drukkolok most már, hogy nincsen Nadal. Mutassák a fanatikus argentin szurkolók, akik meg ennek is örülnek. Igen, van egy nagy darab szakállas argentin szurkoló, ő mindennek örül. De szerintem most van először teniszmeccse, mert nem érti a szabályokat. Ahogy láttam egyébként, argentin-izraeli kettős állampolgárok. Igen, de nagyon lelkesek, iszonyatosan lelkesek. Na, egy nagyon jó kis kezdeményezésre bukantam, és szeretném nektek elmondani, hogy kellene, hogy nekik, hogy segítsünk egy picit, mert baromi jó dolog, amit csinálnak. És szerintem a hírét visszük, felhívjuk őket, és beszélünk velük, akkor talán egyre többen szállnak be ebbe a kezdeményezésbe, mert egyszerűen baromi jó. Ugye arról már nagyon sokat beszéltünk, és foglalkoztunk vele műsorban, hogy mi történik a megtermelt, ám de fel nem használt élelmiszerekkel, és hogy ezeknek hány százaléka végzi kukában, megdöbbentő a szám. Megdöbbentő a mennyiség, és megdöbbentő a szám. 30-40 százaléka végzi kukában a megtermelt élelmiszerek, 30-40 százaléka, miközben hát milliárdos nagyságrendben éheznek egyébként a világon. És hát Magyarországon is végeztek el egy kutatást, kiderült, hogy naponta 100 ezer kilogramm étel kerül a kukákba. Ami azért nagyon durva. 100 ezer kilogramm étel kerül a kukákba. És egy magyar applikáció, egy külföldi applikáció után próbál azon változtatni, és baromi jó az ötlet, ugyanis arról szól, aztán mindjárt felhívjuk az applikáció megalkotóját, hogy mondja el nekünk pontosabban, hogy a felhasználók, akik letöltik ezt az applikációt, olcsón vehetik meg a nap végén az éttermekben megmaradt ételt. Ami szenzációs ötlet. Ugye, tehát erről nyilván többet tudsz, és nekem mindig a szívem szakad meg, amikor azt látod, hogy micsoda pazarlás megy egyébként például éttermekben vagy szállodákban. De már látom, hogy mondani akarsz valamit. Igen. Az olyan éttermekben működik, akik előre főznek egy csomó mindent, és mondjuk kész van. Tehát például a főzelékfalók, gyiroszosok, igen, mondjuk egy török éttermek. Egy olyan étterem, aki a friss ételt, Michelin csillagos étteremből nem fogsz tudni vásárolni így, ez egész három biztos. Három darab van az országban. Az mondjuk igaz, így van, de hogy az éttermek nagy többsége, jó, akkor mondom, akkor például mi se tudunk majd ebbe beszállni ebbe a dologba, mert az történik, hogy nálam, ha megrendel
kelled a kaját, akkor elkezdik csinálni, érted? Tehát, hogy én egy picit azért nem értettem meg a dolgot. Meg másnapra kell a hortobágyiba. Meg hát ledaráljuk, és úgy van, visszaforgatjuk, és még egy csomó jó felhasználási módja van, de abszolút adom a dolgot, egy kicsit én az éttermeken akadtam föl, hogy még valami más felhasználási módot. Mert például mi van az elkészült hamburgerrel, azt se adhatod oda. Nem. Ugye kis ki se teheted, a másik érdekes, és erről már beszéltünk, hogy ugye te nem adhatsz így oda ételt, például hajléktalannak. De itt te fizetni fogsz érte? Tehát itt nekem kell fizetni? Igen, itt te fizetni fogsz érte, oda mész, és a nap végén a megmaradt élelmiszert, ételt, azt olcsón meg tudod adni, és nem megy a kukába. Éttermesnek jó, mert kicsi pénzt kap érte, a felhasználónak marha jó, mert ő meg olcsó jut hozzá a kajához. Na, eddig Jenny akkor. Jó, tehát tulajdonképpen hazaviheted a megmaradt ételt féláron, és ez olyan lesz, mint egy online étlap, figyelembe veszi a tartózkodási helyedet, végig listázza az épp elérhető kedvezményes ajánlatokat, és hamar friss élelmiszerhez jutsz, az éttermeknek több lesz a bevétele, és az étel pazarlási mutatók tulajdonképpen javulnak. Hát ez egy baromi haszon. Hát a friss az idézőjeles. Már hogy érted? Hát mert hogyha mondjuk nap végén viszed el azt. Hát én azt gondolom, hogy mondjuk ha megcsinálnak egy mákos gubát délután 2-kor, de azt este 6-kor elviszed, annak azért még olyan nagyon sok baja nincs. Mondjuk a mákos gubának pont lesz, de... Mi baj lesz a mákos gubának? Hát az ami fűtőbe tárolnak. Olyan, amit csak frissen jó. Jó, hát az jó, akkor most megcsinálok egy főzeléket, vagy egy fasírtot, vagy egy palacsintát, vagy kezdeményezést, vagy... Jó, nem ebbe akarok belekapaszkodni, de hát hogy a friss ebben az esetben, akkor friss, amikor elé teszik az asztalra. Persze, értem, de azért ettünk már mindannyian olyat, amit délben megcsinálta. Este megetted, hát vagy este megcsáltad, de másnap megmelegítetted, szóval, hogy azért, itt azért nagyon-nagyon sok ilyen van. Nem feltétlen főtt kajákról van szó természetesen. Sráj, el kell mennem érte hajnali egykor? Tehát mert ugye mondjuk akkor zár az étterem. Kirakják, hogy ma van 5 darab zsemlém, meg 20 darab fasírtom, lecsapok rá én, de az étterem éjfélkor zárt, tehát akkor én fél egyre oda kell, hogy menjek a kajáért, vagy elhozhatom másnap is. Ez lehet csemegebolt, ez lehet ebédlő, ez lehet kávézó, ez lehet egy csomó minden. Aha. Tehát, hogy ez nem feltétlen csak éttermeknek, éttermekről szól, ez lehet olyan főzelékfalókról, csemegeboltokról, akik mondjuk tényleg mint a 9-kor bezárnak, de még nem tudták eladni az összes kiflit, aha, az összes kenyeret, az összes nem tudom mit, oda mész és egyszerűen fél áron egy csomó mindent meg tudsz venni. Tehát effektíve, amit én olvastam, azért az nem csak arról szól, hogy ilyen 2-kor az étterem bezárása után a hátsó kiáraton kiadnak neked egy nem tudom, egy pacal pörköltet, hanem hát rengeteg olyan bolt van, ahol ugye rengeteg minden megmarad. És azt tudod te féláron megvenni. Szerintem ez baromi jó. Ez jó. Hát vagy, ez baromi jó. Vagy mondjuk 6-kor délután zár, én ismerek olyan éttermet, aki arra szakosodott, hogy ebéd érted meg ilyen kora délutáni kis kajálda, de ők 6-kor bezárnak. Na most, ha akkor hazaviszem, az még vacsorára például jó. Tök uh-huh. jó. Vagy másnap még melegítve is, hát az igen. egy napos kaja. Jó, kezd jónak tűnni. Jó, szerintem is jó. Na itt van az applikáció egyik alapítója, Zorka. Hello Zorka, jó reggel, ciao. Hello, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Na, hallottad, hogy miről beszéltünk? Akarsz valamit pontosítani még azon kívül, amit elmondtunk? Igen, hallottam a bevezetőt. Szerintem tényleg az egy fontos szempont, hogy az éttermeknek, menzáknak mi teljes szabadságot adunk, hogy ők mikor hirdetik meg az ajánlatokat. Tehát itt hallottam, beszéltetek, hogy most ez hajnali kettő, vagy pontosan mikor is lehet. Alapvetően mi úgy terveztük az alkalmazást, tehát az a célunk, hogy ami egyébként a nap végén megmaradna, ugye azt tudják értékesíteni az éttermek, de egyébként, hogyha ők valamikor máskor hirdetnének akciót, arra is abszolút lehetőséget ad az alkalmazás. De jó. Kik vannak ebbe benne, vagy kik kerülhetnek ebbe bele? Ment éttermi részre? Hát nem éttermek, boltok, vegyes boltok, csemege boltok, bárki. Mi azt mondjuk, hogy abszolút nyitottan várjuk mindenkinek a csatlakozását, aki lát fantáziát a rendszerben, tehát lehet akár étterem, menza, pékség, cukrászda, gyakorlatilag bármi olyan hely, ahol elő szokott fordulni, akár napi szinten, akár havonta, akár évente, hogy megmarad olyan adag, amit azt nem tudnak értékesíteni. És akkor én letöltöm az applikációt, és látom, hogy hol van ilyen hely, és engem oda küld, vagy azt mondja, hogy tőled 600 méterre van egy csemegebolt, ott nem sokára zárnak, készülnek kidobni kenyeret, zsömlét, menj oda, és vedd meg fél áron. Uh-huh. Én nézke dolog, hogy felhasználóként több mindent is be tudunk állítani, tehát vannak szűrők, hogy engem milyen típusú ételek érdekelnek, illetve milyen távolságba szeretnék elmenni az ételért, és hogyha az adott szűrőknek megfelelő ajánlat érkezik valamilyen hely részéről, akkor én rögtön kapok értesítést. Utána, hogyha látom az ajánlatokat, akkor hogyha találok szimpatikus ajánlatot, azt lefoglalom, előre online kifizettem a rendszerben magát az ételt, kapok egy kódot a telefonomra, és akkor a helyszínen már csak át kell venni. Az éteremnek nyilván pont
folyamatosan föl kell tölteni azt, hogy mi a készlete, amit ki akar adni, ugye? Így vagy van, csak azt mondja, hogy az egyébként maradt étel, gyertek érte, az kevés. Tehát föl kell írni, hogy akkor 5 fasírt, 6 túrógombot, meg mit tegyünk mi. Így van, hogy az fontos, hogy a mi rendszerünkben azt tudja a vásárló, hogy mit fog lefoglalni, tehát egy leves, egy főétel, konkrétan milyen étel. Viszont arra figyeltünk mind a felhasználó, mind az éttermi felület kialakítása, hogy nagyon-nagyon egyszerű legyen ezt használni, tehát az éttermnek is legalapvetőbb adatokat kell megadnia. Kérdés, hogy bocsánat, csak, hogy van-e okostelefonja, itt írja egy hallgató valakinek applikációval, internettel. Ez egy jó kérdés, ugye? Hogy most nyilván nem kötekedés, csak mondom, hogy azért milyen jó lenne ez mindenkihez eljutna, csak aki valójában valódi rászoruló, az annak biztos, hogy van okostelefonja, bár itt azért nem csak a hajléktalanokra gondolunk, hanem azon családokra, akik mondjuk ezzel akarnak spórolni, vagy féláron akarnak megvenni valamit. Hát nekik talán lehet, hogy van telefonjuk. Így van. Egyrészt azt mondjuk, hogy tehát a magánból a regisztrációba, ugye mindenki tud regisztrálni, tehát nem nézzük, hogy milyen anyagi háttérrel, vagy milyen szociális helyzettel rendelkeznek a regisztrálók. És egyébként például, ami el szokott hangzani, hogy mi van azzal, akinek nincsen mondjuk okostelefonja, mi abszolút ezt egy közösségi aktivitásnak is szeretnénk elérni, tehát hogy remélhetőleg mindenkinek van ismerősi családi körében valaki jön, aki tudja használni az alkalmazást, és van lehetőség arra is, hogy több adag ételt foglaljon le az illető. Nem, tehát az minket is lehetséges, hogy akinek nincs telefonja, akkor neki az ismerőse családtagja foglal 2-3 adagot, azt elvisz, és akkor azt közösen tudják elfogyasztani. De jó, hát ez baromi jó. Mindenkinek jó. Baromi jó. Kezdeményezés, mert az étterem is ugye nem valamilyen szinten mondjuk forgalmat generálhat, még azokból az élelmiszerekből is, amiket egyébként kidobna, amik mennének a kukába, amit gyakorlatilag kárba vészne, és azok az emberek is, akik szociálisan rászorulnak. Ez nagyon jó. Ugye már csatlakozik is a következő kérdés, amit Jani mondott, ugye, amit egyébként kidobnál, tehát hogy az holnap már nem biztos, hogy jó lesz. Mi történik abban az esetben, van-e neked, mint appfejlesztőnek felelőssége abban, ha rossz kaja megy ki? Vagy ez csak a felhasználó és az étterem között fog majd akkor eldőlni? Hát úgy néz ki, hogy a csatlakozó éttermek helyek vállalják a felelősséget, hogy ők maguk milyen ételt raknak föl, viszont azt mi kérjük is, hogy nyilván jó minőségű ételt tegyenek föl, ami teljesen rendben van, és éppen a lényege, hogy teljesen jó minőségű, viszont maga, hogyha esetleg mégis ez a probléma lenne, akkor az étterem felé. Az a étterem is a felhasználó között. Csak tudod, hát ment a trükközés a virslivel, ugye ecetes lébe lemosták, és akkor azt még kiadták. Hát ez most az applikáció feltalálójától lesz számon kérni, mert nem lehet, hogy valahol a Blaha mellett eladtak romlott virsit, akkor te vagy érte a felelős, tehát azért ez így nehéz lenne. Hát szerintem az még fontos itt, hogy miután valaki már vásárolt a rendszeren keresztül, akkor utána lehetősége van értékelni az adott helyet, ahonnan vásárolt. Tehát nyilván, hogyha esetleg bekerül valami olyan hely a rendszerbe, ahol nem elégedettek a vásárlók, akkor az hamar visszajelzést kapnak, és nyilván akkor következő vásárlóknak fognak oda menni, tehát úgymond kikerülnek a rendszerből ilyen szinten. Aha, és előre kell online utalni? Igen, tehát a legelső alkalom, amikor az illető vásárol rendszeren keresztül, akkor kell ugye megadni a bankkártyának az adatait, és akkor a következő vásárlásnál már csak egy kódot kell megadni. Mi ezt azért is tartottuk fontosnak, mert tényleg ugye azt szeretnénk, hogyha valaki itt lefoglal egy adag ételt, akkor azt tényleg gazdára is találja, mert ez az egésznek a célja, és azt gondoljuk, hogyha valaki előre kifizeti, akkor már biztosan el is megy érte. Működő applikáció, vagy most kerestek partnereket, akik csatlakoznak hozzátok? Maga az applikáció az éles már, viszont jelenleg zajlik az éttermeknek, menzáknak a megkeresése, és szerintem az mindenképpen fontos megemlíteni, hogy ugye nagyjából egy héttel ezelőtt indult el az alkalmazás, meg akkor voltak az első megjelenések, és már letöltői szinten több mint 3000 felhasználónk van, ami azt mondom, egy nagyon erős jelzés, és azt gondolom, hogy akkor fog ez jól működni, hogyha nagyon sokan csatlakoznak. Tehát nyilván az éttermek, menzek, akkor használják szívesen ezt a felületet, hogyha látják, hogy itt van kereslet az általuk felrakott ételekre, szóval jelenleg zajlik a megkeresés, és amint érkeznek ajánlatok, arról úgyis kapnak értesítést a felhasználók. Mi az applikáció neve pontosan? Redinernek hívják. Kéten? Igen, Rediner. És szerintem a neve is árulkodik róla, hogy ugye ez egy olyan szó, ami akár külföldi szövegkörnyezetben is megállja a helyét, és ebből is látszik az, hogy a terveink között szerepel, hogy egyrészt Magyarországon minél szélesebb körben elterjedjen, viszont hogyha azt látjuk, hogy a gyakorlat szerint magyar az érdeklődés és kereslet, akkor terveink között szerepel, hogy akár nemzetközi
piacra is felépjünk ezzel az alkalmazással, és másra is megmutassuk ezt a módszert. Azt megnéztétek, vagy megvizsgáltátok, hogy mennyi, hány ezer kiló, vagy hány mázsa, vagy hány tonna élelmiszer kerül a kukába, mondjuk csak Magyarországon? Mert én mondtam számokat, tehát egészen elképesztő. Hát egészen elképesztő, egészen biztos, tehát általánosságban szokták mondani, ilyen világszinten is, hogy a megtermelt élelmiszernek az egy harmada vagy egy negyede az, ami végül megsemmisítésre kerül. Hogyha nagyon-nagyon felületesen számolunk, Magyarországon körülbelül 10 millió laknak, tehát ez 10 millió adag ételt jelent, hogyha annak azt mondjuk, hogy csak a 10%-a az, ami felesleg, akkor is 100 000-es nagyságrendről beszélünk, tehát az egészen biztos, hogy nagyon-nagyon sok adag étel az, ami megmenthető lenne ezzel a rendszerre. Ez egy külföldi dolog? Tehát külföldön ez már megy? Az az érdekesség a dolognak, hogy részünkről maga az ötlet az már megszületett korábban, tehát évekkel ezelőtt, és ahogy szerintem több helyen is szeretett, ugye februárban ment egy tesztváltozatunk az Infoparkban, ami nagy siker volt, és közben jelent meg egy hasonló alkalmazás Dániában, tehát ott nagyon-nagyon hasonló alkalmazás működik, a különbsége annyi, hogy nálunk konkrét ételeket lehet lefoglalni, de tudja az ember, hogy mit fog kapni, a másik esetben pedig a külföldinél ott csak annyit mondjuk, hogy étel, ami megmaradt, hány adag az. És ott igazából működik a dolog, szóval ez minket megerősített abban, hogy ha ott működik, akkor remélhetőleg nálunk is menni. És most hány étteremmel vagytok szerződésben, vagy hányan csatlakoztak? Hát ezt mondom, hogy ez most jelenleg kialakítás alatt van. Hát vannak már szerződött partnereink, illetve nagy örömünkre megvoltak már az első vásárlások is. Aha. Na de akkor inkább kereslet van és kínálat még nincs, jól értem? Igen, de pont ez a fontos benne szerintem, hogy a kínálat nyilván akkor lesz, hogyha látják, hogy kereslet. Ami azt szoktuk mondani, egy olyan, mint egy jól működő piac lenne, hogyha sok a vevő, akkor sok lesz az áru. Na jó, de most sok vevő ott tolong még, és még nincs mit kínálni, nem? Tehát, hogy picit lehet előre szaladtatok, úgy értem, hogy lehet, hogy jobb lett volna megállapodni egy csomó étteremre, és utána, mert most ott van egy csomó ember, már mondtad, hogy 3-4 ezer ember, viszont még nincs kínálat. Igen, de szóval szerintem ez az éttermek, tehát az éttermek akkor fognak csatlakozni, hogyha van kereset, és a felhasználóknak, mi pedig mindig azt mondjuk, meg ezúttal is azt üzenjük, hogyha ő ezt letöltötte az alkalmazást, akkor neki ezzel semmi további teendője nincs, ő ezzel úgymond feliratkozott egy közösségbe, egy hírlevélre, és azon kívül, hogy ott van a telefonján, szóval semmi, nem kell nézegetnie, mert hogyha érkezik ajánlat, akkor arról úgy is kap értesítést. Aha. Figyelj, ez egy kiváló dolog, és nagyon drukkolunk, és azért beszélünk róla, és népszerűsítjük, mert ha lehet azon embereken segíteni, akik nem jutnak ételhez, és féláron tudják ezt megvenni, és hát halljuk, hogy hány gyerek éhezik jelen pillanatban, szóval ha csak kettővel több tud jól lakni, mert a szülők féláron meg tudják venni, ez egy baromi jó dolog, de hát ezt nektek azért nagyon kell nyomni. Meg nyilván brutál marketing költségem, hogy ez beinduljon ez az applikáció. Minden esetre mi azért beszéltünk róla, hát tudunk ezzel kicsit segíteni. Zorka, köszönjük szépen. Köszönjük, ciao. Sok sikert, köszönjük, hello, ciao. Redinner, no. Így, ahogy mondom, re, és utána két N. Így találjátok meg egyébként. Hát itt akkor most jól értem, hogy egy valami jelen pillanatban még azért inkább. Amit akarnak az emberek, de még nincs más. Igen, de hogy az éttermeknek kell akkor minél több nagyobb számba meggyőzni őket, ez egy működő dolog, és csatlakozzanak. Például a nagy bevásárlóban, amikor a csomó pékárút ők lesütnek, ott mondjuk nem lehet olyat zárás után. Hát tudod, ott is mi történik. Megy vissza. Azokat bezúzzák, persze. És egy csomó átforgatják, bezúzzák, és gondold, de mi mennyiség megy ott is kárba egyébként, ha csak megnézel egy Tescót, egy Auchant. Hát az nap végén kirakják, másnap még ameddig lehet, vagy a policia engedi, vagy öreg néni, amit nem látsz, hogy már tegnap írja idős néni, visszaívják, és beforgatják, és aztán vagy alapanyag lesz újra, vagy valami egészen más, de hogy az azok se érik túl. Hát mit lehetne ott eladni? Onnan lehetne a legnagyobbat meríteni, mert azért valljuk őszintén egy átlagos étteremben, tehát mondjuk nem gyors éttermekről beszélünk, ahol mondjuk előre lefőznek egy nagyobb mennyiséget, egy átlagos étteremben annyi adagot főznek le, amennyit rendelnek. Igen, persze, de hogy hát ez étterem is, de hát még nagyon sok minden más. Na jó, Csen. Nincsen Redinner. Nem találod? Nálatok van? Nálunk van. Androidon? Androidon van? Igen. Jól írtam. Főnök. Angolul. Redinner. Így van. Redinner. Jó. Redinner. Azt írják, hogy Androidon, majd később iOS-on, tehát hogy akkor még kell egy kis idő, de hát gondolom, hogy fejlesztenek. Na jó, minden esetre mi drukkolunk nekik, ez egy jó kezdeményezés. 7:58 jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal a hírek után, ha játszanátok, küldjetek SMS-t, jó? Mit mond óra? Ennyi elég, vagy játszanék bármit. Elkülditek, mi pedig akkor játszunk veletek a hírek után. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3:48, múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. A zseniális a magyar forgalom szervezés, így egy hallgató, az M0-as 11-es összekötéssel egyben parkolóvá alakították. Igen, gondolom az M0-as és a 11-es út összekötésével parkolóvá alakították Budakalász és a teljes 11-es utat, magát az utakat. Egy körforgalommal kinyírták a környék közlekedését. Jó reggelt, az M7-es Fehérvár felét Tordasnál sávzárás, munkások nélküli munkavégzés miatt áll, valamint M1-es Hegyeshalom irányában 128-129-es kilométer között gumitörmelék van mindkét sávban. Mi a helyzet az M7-esen, írjátok meg nekünk, jó, hogy láttok-e valamit befelé, vagy van-e esetleg a Bakcsomópontnál baleset, vagy egy kicsit hátrébb, mert hogy nagyon sokan írják, és halljuk hallgatóinktól, hogy araszolnak az M1-M7-en, és okot nem látnak, csak lassabb a forgalom, mint a megszokott. Úgyhogy küldjétek már el nekünk, ha láttok esetleg valamit. Három sávon totyog az M1-es, M7-es befelé az Egér úttól, ez Csizi küldte nekünk. A Blahán már működnek a lámpák egyébként, ezt hívott minket egy hallgató és elmondta, köszönjük szépen. Ott sem volt, ott is nagy dugó volt a lámpa hiánya miatt, de már működik. Úgyhogy minden rendben van. Ne tessék használni az M7-est, én nem tudom. Hát már, de most mit mondjál erre? Az M1 M7? De mondjuk hova jössz be, persze, hülye felvetés, ne használd, de az valamit kéne csinálni. Tehát az, hogy emberek reggele azzal telik, hogy egy-másfél órát ülnek kocsiba egy Érdről, hát most hogy? Nem lehet, hogy hagyd otthon, vagy a kocsit is gyere be vonattal. Hát a 4-es metrónál már ugye elmondták, hogy az egy 70-es évek tanulmánya alapján készült és épített, és már sokkal inkább arra kéne törekedni, hogy az agglomerációig kimenjen, ja. Budaörsi, Kelenföld után, és hogy behozza az embereket, ott egy nagy parkolót lerakod, és itt vagy egyébként bent a városban, és nagyon sokan átszállnának. De hát nem tudsz mivel bejönni. Jó, hát igazából, hát ez tényleg, és tudom, hát nekem is a gyerek ott ül minden reggel, azon múlna, akkor eljössz vele Kelenföldig, vagy bármeddig 5 perc alatt itt vagy a föld alatt, átszállsz, és ott vagy az iskolába. Tehát megoldható lenne ez a dolog. Csak hosszítani kéne. A 70-es évek tanulmányai alapján épül egy 4-es metró, akkor az nagyon nagy hiba. Ez se lenne annyira mérvadom, mert mondjuk ott vannak a japán gyorsvasutak, amiknek az első tervei az 50 évvel ezelőtt születtek, és még hogy nem, még mindig prosperálnak. Tehát, hogy nem az a probléma, szerintem a nyomvonalra van ott a probléma. Hát de nyomvonalra gondolok. Igen. Tehát arra gondolok, hogy az ugye 70-es évek alapján épült, amikor még nem laktak az agglomerációban, vagy akkor készítették. És most már, mivel x100 000 ember lakik az agglomerációban, ugye, és Budapest körül, most már sokkal inkább arra kéne törekedni, hogy onnan behozni, nem 6 méterenként csinálni egy megállót, sok milliárdért, ami van most ugye a 4-es metrónál, 4 kilométer, 6 kilométer az összakasz. Igazából, és párhuzamosan fut a villamossal. Tehát, hogy hát, totál nonsens, hanem inkább nagyobb állomás közti különbségekkel és az agglomerációból, Budaörsről behozni úgy az embereket, hogy odáig menjen ki a metró. Magas vasutat minden kerületbe. Azt kérem. De csak az olimpia után. Magas vasut, de jó is lenne, igen. Megjött egyébként a mai kedvenc SMS-em. Tisztelt rádió, volt egy Zsuzsanna és egy Erzsébet szép magyar nevű bemondónőjük, mostanában nem hallhatok, kirúgták őket, milyen szégyen. Nagy Debrecenből. Miközben itt van ez a migráns nevű Zsül. Nagyika, ne haragudj ránk. A hírosztály az egy másik osztály. Igen. Mi külön dolgozunk külön. Tőlük. És hogy nem elsőleges szempont egy hírszerkesztőnél a neve. Igen, tiszteletben tartjuk a döntéseiket, természetesen. Baleset Tomás felől, Szentendre felé autó a Hévsínen Zola küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig játszunk. Itt van már is egy hallgatom. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vassítjellán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Zsuzsi, hello. Honnan hívtál minket? Zsuzsi. Miskolcról? Azt mit csinálsz arrafelé, mit dolgozol? Hát titkárnő vagyok egy jogász cégnél. Titkárnő vagy egy jogász cégnél? Igen. Na és milyen a főnök? Rendes. Szexi? Jó fej? Igen, jó fej. Mind a kettő igaz? Mind a kettő igaz? Vagy csak, hogy jó fej, de nem szexi? Inkább szexi? Mind a kettő. Szexibb, szexibb vagy jó fejebb? Hm? Jó fejebb? Igen. Elegánsan öltönyben jön be, és mindig... Hölgy. Hölgy. Ja, jó, azt hittem, hogy stirölöd. Na. Stirölöd a főnöködet. Ugye, hogy egy hölgy főnököd van, hát az kevésbé. És mit kell csinálod, mi a feladat, vagy mi tartozik a munkakörben? Hát igazából a minden.
kategória. Ide megyek, oda megyek, intézkedek, telefonálgatok, bíróságra járok. Teszek, veszek. Te jársz bíróságra helyette? Jaj, nem úgy. Ja, azt hittem, hogy ő már csak így hátradőd. Az még nem. Igen, van egy saját gyártású házi száraz pecséted, de elmész tárgyalsz egy kicsit lepecsételem. Hát, majd remélem, hogy lesz. Becsörök 11-kor, megmondja, hogy hol van a pecsét, hol van a papírok, hol van a kis táska. Igen, mert te egyébként joghallgató vagy? Tehát igen, harmadéves, most kezdtem a harmadéves. Ó, hát akkor már szinte ilyen bojtárkodsz is egy kicsit közben. Hát szívozd magad, igen, az volt itt a cél, hogy ha ide jövök, akkor ragad rám valami. Most még kávét főzöl, de egy év múlva már ablakot is nyithatsz. Igen, ez majd a most még kávét főzök, de egy év múlva már szellőztethetek is. Eljött a nagy pillanat, megkapod. A klímának is a távja nyitva. Igen, a klíma az még nem nyúlatott. Bizonyított. Na jól van, figyelj ide. Azt mondja, hogy mink van. Mit szeretnél? Zsuzsi, mi lenne jó? Nem tudom, minden elment. Hát, van még a tárgyunk, meg szólásmondás van. Tárgy. Legyen a tárgy, jó, legyen a tárgy. Egyébként témába vág. Oh. Ennyit segítsek ezzel neked, indítjuk az órát, figyelj, elindult. Ecsész sévák. Atyú úristen. Levélkés? Nem. Ecsész sévák. Eszécs sévák. Vák? Kávé? Aha. Főző? Nem. Kávé ki? Eszécs. Kávécsésze, így van. Én jól mondtam. Én jól mondtam. Jó, hát ő még kiskorú adóra, ő nem tudja, hogy nem kávézik. Igen, kávécsésze. És nem jutott be arra a kazinci versenyre. Mert... Hát ez az. Na igen, és a szerkesztőnk is süket. Igen, aki felmondotta, hogy emel, hogy nem, egyébként nem jól mondta. Oké, figyelj ide, hát... Jó, nem szansz. Nem vettem meg. Olyan részt próbálkozok már. Tényleg? Igen, már hónapok óta. Hónap óta? De mi ez? Mit SMS-t írtál, vagy hogy próbálkoztál? Aha, igen. Hát... Az lett volna a következő szint. Na látod, hát most akkor egy kis jó indulattal. Illetve nem is jó indulattal, mert hogy mi hibáztunk. Úgyhogy megszerezted magadnak az ajánlót. Nagyon örülök, úristen, nagyon köszönöm. Jó, van benne minden. Csésze, nincs benne, de bögre annál inkább. Egy morning show-s bögre van benne. Megelégszak a bögrével is. Limited edition. Többet már nem gyártunk belőle. Hát ez az aggódtam is, hogy nem jut. Lesz, neked lesz. Jó, küldjük. Köszönöm szépen, Puszi, ciao, hello. Sziasztok. Hello, Zsuzsi. Szia. Na, 3 perc, pontosan 7 óra, M3 139 140-es kilométerek között Debrecen irányában a belső sávban disperzites, 20-25 literes sárga vödrök hevernek, mindenki figyeljen. Tipikus csütörtök, M1, M7 Budaörsi Tesco-tól áll, igazából oka nincs. Tehát nincs baleset, és semmi, aki ott áll, az tartson ki. Fogarasi úton az Őrnagy utcán áll, a buszmegállóban viszont baleset történt. Egy motoros nem vette észre, hogy egy nagy trolli áll a megállóban, és hátulról belement. Atya úristen. És baleset Pomác felől Szentendre felé, vezető úton autó a Hévsínen. Ez pedig Zola küldte nekünk. Ha van itt mulatság, akkor ma reggel bőven. Van, zajlik van. És ezek a legérdekesebbek, amikor ugye úgy van torlódás, meg úgy van dugó, hogy fogalmat sincs, hogy miért, csak így megszokásból. Ez csak megszokásból. Igen, tegnap beértél 20 perc alatt az M7-esen, ma pedig ott állsz már 40 perce. És igazából nem tudod, hogy aki elindult szerdán, az nem indul el csütörtökön, vagy aki nem indult szerdán, az elindult csütörtökön. Vagy mi van most? Még ez a kísérletező időszak. Igen, az első, szerintem. Most még próbálkozol 5 perc korábbi, 5 perc késő. Aztán már elereszted. Aztán elengeded, és elkésel a gyerekkel. Első óra mi volt? 2 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
8 óra után vagyunk pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy jó kis polgár Peti után. Hát ezt szeretjük, még mindig, mindig jó. Hunadal, huna nyár, bármi van itt Petitől, van. Az nagyon jó. Csak mondom egyébként, hogy... Hogy várja a jelentkezését a különböző falunapok szervezők. Hogy őt is megihlette egyébként hát nem megihlette, ugye hát hallotta a tankcsapdás beszélgetést, és készült a mi Petink. Jaj, de úgyhogy, jó. Úgyhogy lehet, mi az is lehet, hogy még ma be tudjuk mutatni. Nagyon jó. Hogy ő hogy gondolná, hogy hogyan varázsoljuk föl magunkat a tankcsapda igen? albumára. Uh-huh. És hogy legyünk mi a bónusz track. Mert ugye itt volt nálunk a tankcsapda, és egy amatőr zenekar verseny hirdetett, vagyis egy amatőr zenekar felkerülhet uh-huh. majd egy darab tankcsapda feldolgozással a tankcsapda novemberben megjelenő albumára. Igen. Ezt nálunk bejelentették a fiúk, hát őrület van, mindenki ugye nevezni akar, és átformálni egy tankcsapda dalt, és hát Peti is beindult. Ez nagyon és írt jó. Írt egy, hát hogy is mondjam tulajdonképpen. Mulatos. Egy tankcsapda máshogy. A Peti feldolgozásai kapcsolatban mindig az az érzése, vagy az a hozzáállása, mint mondjuk a szüzességem elvesztésével kapcsolatban, hogy nagyon várom, de kicsit félek is. Igen, ez abszolút tehát, így van. Tehát ilyen. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy mit dolgozott föl, meg hogy főleg. Igen. De eddig még nem csalódtunk benne. Igen. Benne nem? Benne nem. Másba egyre többet, igen. Na, de mindegy. Azt mondja, hogy a Dunakeszi Göt felől való be is kiutás, erről ritkán esik szó, reggel és este a régi 2-es és az új M2-es is kritikus. Niki, hát most már esett róla szó. Egyébként a Dunakeszi Göt tengellyel azért mi sokat foglalkozunk, a 2-es, M2-es, sőt az M3-as bejutásával, és hát igazából mindenhol kritikus a helyzet. M1-es 89-es kilométerénél gumidarabok a külső sávban, Dávid 94 küldte nekünk. Aztán mi történt az M0-áson? Áll a forgalom a 28-as kilométertől az M1 felé, Iza kérdezi. Hú, hát ha elküldi valaki, akkor igen, meg elmondom. Azt mondja, a Csepelni áll az M1 felé, már a nullás. Küldjetek el, hogy miért, jó? M1, M7 bevezetőz még annyit, a leálló sávot ne nagyon használjuk, mert a Véda mindent lát. Máté, köszi, hogy elküldted nekünk. Hatos főúton a 85-ös kilométerkörnél Adony mellett hajóvonták találkozása tilos. Ez nagyon fontos volt. Jó, ez igazán kár volt erre elszorni pénzt, ha ingyen volt akkor is. Déli lehajtó lezárva az M5-ös Kecskemét részénél. Baleset történt a Fogarasi úton, az Őrnagy utca busz megállójában és Pomász felől, Szentendre felé, szintén baleset, autó a Hév sínen. Azt nem írja a hallgatónk, hogy akadályozza a Hév forgalmát, de lehet, hogy ott is kell egy kis dugóra számítani. Na. Nagyon sokan kérdezték, hogy mi annak az oldalnak a címe, amiről reggel beszéltem, ahol jelenleg 72 ezer darab fotót lehet megnézni Magyarország múltjából. Ez 1900-as évektől kezdve 1990-ig bezárólag. Ez pedig a fortepán.hu. És az új kígyósiakat felszöltem, hogy töltsenek föl, mert nincs. Igen, én is néztem, sajnos pedig úgy megnéztem. Sajnos volna. Nincsen. Apámat, disznószaros gumicsizmám. Na mindegy. Na mi van nálad? Nagyobb a dústorra. Nem tudom, mi van nálad. Dá-dá-dá-dá. Jaj, ne hagyjál már, légy a tudományos kísérletünk tovább folytatódik. Engem békén nem tényleg, hagylak. Na. Egy Feri két napja látott egy videót, mert vágásékot és rákocékot bevezették az internetet. Beszálltam és találkozott most polgár Jenő polgármesteri hivatalával, meg nem tudom milyen videókat mutogat. De az milyen vicces. Hát azt én vasárnap néztem meg. Igen. Feriékhez bevezették az internet a gyerekek, és ez kiszélesedett neki a világ. Tehát a bor, pálinka, rozé, és almabor, almafröccs. Csülök. És disznóvágás, és kolbászfesztivál tengelyen túl. Ferihez bevezették az internetet, és minden nap fáraszt valamivel. Elmondom most, hogy ugye tegnap hozott egy videó alapján látott kísérletet. Tudományos kísérletet, viszont ezeket a snack gyors leveseket, ha meggyújtod, annyi adalékanyagot tartalmaznak, hogy leégnek, mint egy ilyen petárda vagy rakéta. Mondanom sem kell, nyilván a videó kamu volt, mert nem működött, és azóta Feri ilyen ízé levesekkel rohangál. Itt ha azzal nem működött, amit a Feri behozott, de lehet, hogy mással működött. Érted? Egy új levesem van, gyerekek. Aztán majd mesélj még egyszer arról a Szalocsi bácsiról, aki hallottam, de azt még nem találtam meg, mert nem tudom, hogy kell rákeresni. Feri két napja, ez itt a kert, így járkál. Mondtuk, igen, Feri, oké, ez egy 10 éves videó, tehát hogy tök jó, de most megint hoztad a levest. Igen, ez most egy új leves, ugye a tegnapi az valóban
jobban besült, de azt én már láttam rögtön, ahogy kibontottam. Azt mondja, ugye ez a videó, hogyha meggyújtod csak a fűszert, a kis zacskó tartalmát, akkor az nagy lánggal, egy ilyen robbanással elég, plusz még ugye egyéb tudományos értekezés is volt. Na most a tegnapi levesünk az nem működött, de! De most aztán egy másik leves. Instantár, ez of csaná, polievka. Ez van ráírva, polievka. Ez már ez mit a gondolat, hogy ez most lengyel és működni fog? Ez, mert ez más az összetétele. Ebbe vannak mondjuk kis száraz zöld darabok. Aha. Tehát petrezselyem, szárított petrezselyem. Az szerintem lángol. Te szimplán piromán vagy. Tehát nem vagyok egészen, piromán. Egészen biztosan az egész dolog arról szól, hogy tüzeskedjél. Nem, ez a tudomány. Tudod, hogy bepisilsz este. De az apa már, is megmondta. Azt eddig is, már eresztenek az áróizmok is. Ez most biztos, hogy működni fog, érted? Úgy, én mostan kiregel azt a tetves tálat, amit összekormoztál, csak mondom. Akkor most jön a következő, figyelj, na gyújthatom? Pe, igen. Remegve várom. Na, annyira izgalmas ez a kísérlet, hogy már tegnap mindenképpen. Utána pedig majd mesélj még egyszer Ukrin Benedekről. Oda néz, hogy aha. Igen. Az acskós levest Feri beleöntötte egy fehér tálba, és na egy gyufával odatartva próbálja magát a leves tartalmát, illetve a hozzáadott port meg. Ízzik a galagonya. Már most mondom, hogy annyira mérgező, hogy eloltotta a gyufát. Aha. Döbbenet, gyerekek. Na figyelj, még egyet adok neki, mert ez kevés volt a láng. Ez biztos vagyok benne, hogy ez fölfog. Becsém, mustgáz van benne, elortulik. Az gyakor... Na, akkor meg megint tudod, hogy mennyire figyelj, veszélyes na, a mustgáz. Na, nézd meg. Aha. Most a rohadt életbe, de látom. Most kezd egy el. Hangjának. Most kezd el égni. A polgármester, a polgármester hivatalban láttad már azt a videót, Feri? Akkor nézd meg azt is. Mondtad, én mindig nagyon fog tetszeni. Ezt a Szalacsira vagyok Szalacsi, kíváncsi. Azt is nézd meg, nagyon fú, fog tetszeni. Megint kezd ugyanolyan büdös lenni, mint tegnap. Igen, na, tehát elmondom, hogy Feri kettő darab gyufát áldozott erre a remek kísérletre, egyik sem működik. Nem pazaroljuk a gyufát szerintem. Tehát ezt a levest nem lehet tudományos alapon meggyújtani, tehát valószínűleg akkor mégsem eszünk annyi mérget, mint amennyit ezt a videó. Viszont én megint bejön vagyok egy száraz tésztával. Várj, itt az olajozacskot is odaadom neked. Ez még nem a vége, csak szólok. Ez még nem a vége, újabb titkos fegyverem van majd, a leves fronton még. Meg fogom szerezni azt a levest, amit a csábó használt a videóban. Ha kell, akkor megrendelem Tájföldről vagy Kínából. Biztos vagyok benne, hogy nem kamu. Hát hogy? Hogy manipulálják a internetet, érted? Nem manipulálják a internetet? Nem manipulálhassák a internetet, mert ott az van, hogy kiveszi az acskót, kibontja, nincs benne vágás. Hát látom, érted? Én internet felhasználó. Kijönti, meggyújtja és berobbam. Jó. Már mindegy, ez van. Figyelmeztetlek el egy előre, hogy Balázs múltjából vannak fent olyan felvételek az interneten, amiket te még nem láttál. Nehogy csalódjál benne, az nem az a Balázs volt. Az egy másik Balázs, akit te megismertél, és akit te megszerettél, jó? Nagyon vigyázz, jó? Az egy másik Balázs volt, de nézd meg, a tahókereső szóval, ha beírod, akkor egyébként csodás látsz. Tehát, hogy a nevemet és utána ezt a nagyon barátságos jelzőt, hogy tahó beírod, és szembesülsz az, hogy hová jutott el ez a fiú. Hogy, tehát, hogy mennyit indult? Változott, hogy milyen méről indult, és hogy mit gondolt a világról 20 évesen, és hogy azért így 40 évesen hová jutott sehova. De hogy mennyire más volt az a srác. Jó, úgyhogy ha már bevezették az internetet, akkor ajánlom. Az már a ajánlom mély figyelmet. Internet. Tessék? Az már a mély internet. Hát az én mély internetem. Az bali sötét internet, az a deep web. Tetejét, igen, az a cseresznye. Az a cseresznye a torta. Az a deep web, úgyhogy bali deep web-e, úgyhogy az nézd meg. Jó, csodák vannak egyébként az interneten. Na, 4-5 autó most ütközött össze mellettem az M0-áson Dunaharaszti után az M1-es irányába a belső sávban. Azt mondja, hogy igen, emiatt van dugó. Kérdeztétek. 10-es úgy, már elágazástól lépésbe halad, Szilvi, köszi, hogy elküldted. Na, mondjátok meg nekem, hogy mi igaz ebből az új félórás, egyórás, kétórás várakozási rendszerből, amit a házi orvosoknál készülnek bevezetni. Beszéljünk erről, illetve adjunk tippeket hallgatóinak, hogy mit lehet csinálni, míg egy óra, másfél óra amőbe és totó-lotó jelleggel kitöltöd a rá vonatkozó kérdéseket. Igaz ez, amit én hallottam? Ezt bevezetik, vagy csak figyelj, akarják? Nem, hogy neked kell kitölteni, hanem a doktor ura vagy a doktor nő fog téged kikérdezni. Tehát bemész, akkor nem úgy van, hogy mi bajom van Balázs, de rég láttam, és elmondott, hanem elkezd majd kérdezősködni. Volt-e a családjában olyan betegség, ami öröklődik, dohányzik-e, eszik-e zsírosat, és egy mikor ilyen... Mikor tanult meg biciklizni? És egy komplett felmérést fog róla csinálni a dokid, mielőtt elkezd
odáig eljutni, hogy és akkor tényleg folyik az orra, vagy mit én valami betegsége van. Tehát ez lesz egy fél óra, mire téged kifaggatnak. Életviteli szokások, örökletes betegségek, és mindent tudni fogunk. Tehát ez, hogy törzskarton, ezek az újfajta törzskartonok, ez a szitok szó most a magyar egészségügyben, mindenki számára, gondolom a dokik se örülnek, de a betegek se. Ugye a törzskartonok alapján végig kell kérdezni egy adott kérdés sort. Így van. Erre is ki kell neki tölteni, tehát még be is fogja írni, vagy ő, vagy ugye a titkárnő, a szegény begépeli majd, és tényleg ilyen kérdések lesznek benne, amiket az előbb mondtam. Ezzel azt mondják az orvosok, hogy gyakorlatilag, ha jó az orvosok, egy negyed óra alatt kipörget egy beteget, ez most több mint fél óra lesz. Nagyon jó. És mindenre. Mindenre kiterjedő. Így van. Nagyon jó. Jó kis castingok. Mozogsz-e, sportolsz, hogy eszel, dohányzol? Megtagadhatom én a választ? Azt mondom, nem. Nem. Nem, hogy gyorsabban haladjunk. Akkor beírja, hogy nem sportol. Ha bekerülök egy ilyen nagy, hatalmas állományba, aki nem sportol, nem minden mindenre nemmel válaszolok, akkor bekerülök a nagy nem állományába, és kiderül, hogy igazából nagyon-nagyon-nagyon nem vagyok egészséges. Hogy hát, mi lesz ezzel, ha én mindenre nemmel válaszolok? Egyébként miért faggatnak engem fél órán keresztül? Menj, hadd menjek oda. Mert lehet, hogy pszichés okai vannak a betegségednek, és ezért. Látod? Na, erre szám, ezt vártad már évek óta, hogy ezzel is foglalkozunk. Ne csak tüneti kezelés legyen. Ne csak valami gyógyszert, egy bogyót lökjenek oda neked, hogy utána ne fájjon a fél. Keressék meg a csomó idős néni ül. Igazi okát. Egy csomó idős néni ül azért ott a háziorvosoknál, mert egy kis szeretetre vágynak, unatkoznak, mert és lemennek. Az internet. mert drága az internet. De ők például örülni fognak, mert ők elmondhatnak mindent. Hogy jaj, az anyámnak már volt ilyen is jászal. No, de várj, nem is kijött. De miért nincs az, hogy ezt mondjuk csak hasznos tanács, hogy igen, én ezt hogy csinálnám? Miért nincs az például, hogy ezt mindenki megkapja otthon a saját házi orvosától internetén? Mert nincs mindenkinek internet. De nagyon sok mindenkinek van. Jó, akkor azt mondom, hogy akinek van, tehát ez nem magyarázat arra, hogy nincs mindenkinek, akkor szűkítem a kört. Miért nem kapja meg János? Te vagy most az egészségügyi államtitkár, tessék. Igen. Én vagyok az újságíró. Kérsz egy pofon? Te balja. Drága államtitkár úr. Igen. Mondja meg nekünk, hogy miért kell ezt ilyen nagyon-nagyon analóg módon egyébként a házi orvosnak beixelgetni tollal egy törzskartona. Miért nem adunk meg mi a házi orvosunknak egy e-mail címet, mindenki, amikor elmegy a következő rendelésre, és kapja meg ezt a kérdőívet internyeten. Államtitkár úr? Nem tudom, én csak annak idején együtt voltam a Tamásékkal a Vencel térre, és az elég jó műsor. Megkapom én internet, most komolyan, csak legyünk egy picit konstruktívak. Tehát megkapom én ezt a kérdőívet interneten. Én ezt otthon bepötyögöm, elküldöm a dokinak. A doki látja a kartonomat, megnyitja, és azt mondja, hogy kedves Balázs, látom maga nagyon szépen válaszolt erre a kérdésekre. Hallottam én a rádióban, mindenre nem bel akart válaszolni, most viszont látom a kérdőívet, valóban volt egy csúnya fippasz ülkület. Igen. De láttam, hogy nagyon becsületesen kitörés beavatkozással sikerült kiszabadítani a sisak egy részét. De csak a részét a sisaknak láttam, hogy beírta a kedves anyukája is, hogy nagy meló volt, de sikerült. A bőrbörtönből. Ja. Kitöltöm én ezt interneten. Visszaküldöm a dokinak, igen, és a doki azt mondja, köszönjük szépen, látjuk, összesítjük, és kész. Hát nincs már az, hogy karton, és én beixelgetem. Hogy érti azt a sárosnyira, hogy rohadjatok meg? Hogy érti ezt a nem, anyád mi között? Nem, semmi között hozzá, hagyjábéként titok, nincs hozzá között. Szóval én kitöltöm interneten, és visszaküldöm. A doki pedig megnézi. Miért nem lehet ezt így csinálni? Mi ez a törzskarton, és akkor végigkérdeznek, és akkor x-elgetnek. Hát ez nagyon analóg. Hazudva töltött ki, érted? Bekamúzol az orvos, viszont látja, hogy te mikor mondasz előtte, nem mondok igazad. Mondok mást. Gyerekek, én komolyan mondom, helyem lenne a politikában. Hú, megérkezel a rendelőbe. Megérkezel a rendelőbe. Fogod a kis kartonkádat, és amíg sorra kerülsz, kitöltöd. Kettő használható javaslat Balitól. Csak ingyen. Csak nektek. De miért? Na, erre gondoltam. Hát mi nem kell? Nem bevész is kitöltöd. Lúzer. Lúzer vagyok. Jó, hát csináltam most egy ilyen ingyen ügynökség. Hát egyszerűen lenne. Bemegyek én a rendelőbe. Ott van az általános kérdéssor, ezt egyszer kell ugye kitölteni, örökletes betegség, vércukor, felmenő, gyerekek, igen, látás, ez egy érszűkület, panaszok, fejfájás, tünetek, alvás, minden. Gondolom, ez egy átfogó kérdéssor, amikor nem rossz, hogy felmérik az egész beteget, szerintem maga a kezdeményezés tök jó. Hajlam, genetika, vércukor, felmenők, tök jó. Kitöltöm előre, amíg várakozom. Aha.
bemegyek. Csak leadod. És leadom. Na jó, de neki meg át kell nézni, mert ő már úgy fog kérdezni. Na te várj, de már mindenkitől nagyjából ugyanazt kérdezi. Nincs az, hogy Ferenc, látom, Ferenc, ez a kis pocakocska? Apukának is volt. Örökletes. Ezek a kis úszógumicskák, Ferenc. Hát hova tegyem én az X-et akkor, hogy ez most akkor micsoda? Apukának is volt ilyen? Igen. Vagy öntörvényűleg vagyunk diszkréten úszógumisak. Anyádat nincs... azért jöttem, mert meg vagyok fázva. Adjál aspirint. Adjál aspirint, azt viszontlátásra. Van, nem kéne tudom. A nyitott hűtő előtt hajnal kettek a zabáli képpofára töltött paprikát. Teszem fel, mi van, ha egyetlen kérdése sem vagyok hajlandó válaszolni? Akkor mi van, nem szolgálnak? Akkor nem kapok semmit? Nem szolgálnak ki, nem gyógyítanak meg? Ez is egy érdekes kérdés. Tehát akkor nem, ha nem működsz együtt, és nincsen rólad egy ilyen, akkor nem. Akkor azt mondják, hogy nem fognak tudni téged gyógyítani. Hatékonyan. Adott esetben félre is kezelhetnek. Hiszen nem adtál elég információt az állapotoddal kapcsolatban. De mi az, hogy egészségesen eszem-e vagy nem, az, hogy mi köze ahhoz, hogy meg vagyok fázva? Ja, vagy nem, hát ez még valamennyire megmagyarázható, én a misszionáris vagy kutya kérdés nem értem. Én azon gondolkozom, hogy azért lesz fél óra, mert ha azt mondják, hogy önnek van-e valamilyen örökletes betegség a felmenői között, akkor kapsz időt, míg hazamész és megkérdezed. Nem tudom, az anyukám él 103 éves, hazamegyek, megkérdezem. Persze, Irénke, tessék hazamenni, addig várunk. Irénke, elcsúszok, megkérdez, anyukám, vércukorra hogy állunk? Haba! Nem, Balázs vagyok! Mama! Volt a családban! Hekcémás! Hapci! Egészségedre, kicsi fiam Józsika! Balázs! Nem Józsika, hekcéma, nem hapci! Érted? Hazamész, megkérdezed, hogy a házi orvos eddig ül és így malmoz, igen. És várja, hogy akkor most te megérkezzél a válasz. Akkor told be a mamát. Beszélgessen velem. Hozom a mamát, mert már én nem tudok erre válaszolni. Betolod a mamát, és a mamát kikérdezik az örökletes betegségre, hogy a felmenőit közötte vércukor. Nekem egy csomó mindenről egyébként fingom nincs, bevallom őszintén. Tehát akkor azt mondom, idő, T betű, time. Hazarolnok, megkérdezem, és visszamegyek? Hogy lesz? Nem tudom elképzelni. Hát miért nem küldik el tényleg nekem valahogy? Akár kartonformájában a postán. Hát egy levélben így van. Amiben a posta költséget vállalják. Na meg ahhoz mi köze van például a családi állapotodhoz, mi köze van az iskolai, az mi befolyásoló? Tehát aki egyetemet végzett, az másképp lesz beteg, igen, mint aki 8 általánost. Ha? Hát ő a latin kifejezéseket is ismeri. Volt-e a felmenői között szalmonellás? Nem. Hát megyek. Érted? Tehát, hogy azért ez így bonyolult. Ugye? Mama! Szalmonella! Nem, a szegény 20-as évek végén ment el, elutva te szárszónállak, mint az Attila. Igen, én egyébként a kezdeményezéssel egyetértek. Tök jó ez a fajta holisztikus gyógyítás, hogy egyben néznek téged, megnézik az örökletességet, a hajlamot, mindent. Tehát ez tök jó, hogy végre kicsit szélesítjük a spektrumot. Ezzel nekem az egyetlen világon semmi bajom nincs. Hát nekem egy picit azért csak van egy kivitelezési mániám. Nekem inkább úgy tűnik, hogy ez a mindegy, hogy hogyan, de megtudunk róla mindent. Ja, értem. Tehát az illuminátusok és a szabadkőművesek és az állam és a kormány rólunk titkos infót gyűjt, hogy lehetek-e cukorbeteg. Igen, na csak mondom, hány gyereke van, 2? Mekkora ingatlanban élnek, hogy érted, van elég élettér a gyerekeknek? Uh-huh. Benyögött, hogy 110, közben már megy is a gépen keresztül, hogy egyébként te bejelentve egy 60 négyzetméteresbe vagy. NAV? A NAV már meg is kérdez, hogy honnan van az a plusz 50 négyzetméter, igen, Sebestyén úr? Ennyi. Igen. Hát és mert lehet egyébként, hogy van köze a megrendült egészségi állapotodnak ahhoz, hogy mondjuk nagyértékű ingatlant örököltél, nem még. Igen. Érzette szívszorítást az utóbbi hónapokban, amikor örökölt egy nagyobb értékű ingatlant adományként, ajándékként vagy örökségként. Amikor tilt a járulék összeg, ami le kell fizetni. Mondok mást. Tényleg, de ez már tudom, hogy nagyon-nagyon elvetem őt. Applikáció. Na most tudom már ezzel most. De mondjuk, célozzuk meg a 1849-et, aki ezzel használ az applikációt. Na ezt kérdezni a mama, letöltötte az applikáció. Milyen komplikáció? Komplikáció. Nem volt komplikáció. Aztán ketten nyomták alsan, meg is vákumoztak, úgyhogy kijött ez a nagy búrája apádnak. Igen. Tehát applikációban én ezt letöltöm, visszaküldöm, látja a doki, érted? Komolyan mondom tényleg, egyszerűen jók vagyunk.
Jók vagyunk. Olyan vagyunk, mint Európa csak 2000 évvel ezelőtt. Nem? De tényleg? Tehát, hogy azért itt van 3-4 lehetőség, amivel ezt meg lehetne ugrani. Nagyon gyorsan, órás-kétórás várakozás nélkül. Ezeket a kérdéseket feltennéd ott a helyszínen a doktor úrnak. Szerintem a felénél mondanak. Mindegy, hagyjuk, mi baj. Doktor, mondja. Applikáció megvan? Jó, Android, letöltöttük? Én nem tudom, még érjen kell hozzá a kartont. Kartonozás az én korszakomban volt gyerekkoromban, a rendelőintézetbe ment, és akkor a védőnő megkereste a kartonodat, oda nyomta a dokinak, és akkor a doki megnézte, hogy még nincs beadva, nem tudom milyen oltás, és akkor beadta, az visszarakta a kartonodat, nem? Hát lehet, hogy elektronikus karton. Elektronikus lesz. Karton. Igen, de neki akkor is be kell írnia, vagy a titkárnőnek. Nekem is volt, 10 éve keresztül mindig mentünk be a Lőrinci rendelőbe, mindig elővették a kartomat, és rájössz, hogy igen, még mindig 150 centi. mi sértjük, de még komolyan nem nőtt, igen. Na jó, házi orvosnál az lesz kírva, mint a szigeten, hozd el anyádat is. A kérdév kitöltéséhez hozd el anyádat is, igen. Bali Finországban így működik. Amíg vársz, kitöltöd, leadod, de a netről is le lehet tölteni. Na látjátok? Hát azért úgy tudják ezt ott a finnek, hogy kell ezt tulajdonképpen csinálni. És még a vodkájuk is jó. És még jó vodkát is csinálnak. Ja, Istenem. Bali, menj állatorvoshoz, az nem kérdez. Jó. Egyébként ez egy jó hozzászólás, hogy elmegyek állatorvos, az igen. Na, küldjetek nekünk orvosvárakozós SMS-eket, jó? Milyen beszélgetéseket hallgattatok ki? Hosszú várakozásokat, amikor eltöltöttetek a házi orvosnál, röntgenre várva, kórházban, mikor egyébként te feküdtél, mint fekvőbeteg, de leküldtek, hogy menj el az álló röntgenre, úgyhogy ott álltál te pizsomában a többi utcáról érkezett röntgen felvételre váró beteg között. Miről beszélgetek, mit hallgattatok ki egyáltalán, mit lehet csinálni egy rendelőben, ezt küldjetek el nekünk, ott azért vannak érdekes beszélgetések. Ki melyik szomszédjának miről számolt be, két idős néni mit beszélt meg egymással egyébként, két fiatal miről beszélt, miközben hát a nagy magyar egészségügyet szenvedtük el mindannyian. Ezt írjátok meg nekünk. Jó? És akkor mondtam neki, baj lesz ebből, atyám, már egy hete viszketek mindenhol, most már tényleg el kéne menni doktorhoz. Pont erre gondoltam. 8:30 volt, 3 perccel, kihallgatott beszélgetések, rendelőkben, várótermekben, röntgenvizsgálat előtt, ezt küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva, jó reggel. Drága hallgatók, arról beszélgettünk, ami még csak egy tervezet, minden esetre hát próbáltunk segíteni a rendelet alkotóknak, hogy talán könnyítsünk egy kicsit a saját életünkön, mert hogy új rendszert vezetnének be a házi orvosnál, jönnek az újfajta törzskartonok, ami miatt rengeteg kérdésre kell majd válaszolni a házi orvosnál. Sokkal többre, mint eddig, akár fél órába is telhet majd a kérdések megválaszolása. Hogy ez most hangulatkeltés, vagy ez valóban így van-e, vagy ez még egy tervezet, nem tudjuk. Minden esetre adtunk néhány tippet, hogy lehet ezt jól megcsinálni, akár úgy, hogy interneten mindenki megkapja, és az a levélben benne van, hogy akkor mehetsz legközelebb házi orvoshoz, ha azt kitöltötted. Nem töltött ki, lusta vagy, nem tudtad megoldani, akkor várnod kell, kivéve azon körzeteket vagy helyeket, ahol mondjuk nincs internet. Vagy applikáció, vagy ha más nincs, akkor a rendelőben kitöltés, míg sorra kerülsz, megkapod a kartont, becsoszogsz, és addigra már ki van töltve. Csak ne a doki kérdezzen végig 3-4 órát a tűzös mandulagyulladásról, illetve a felmenőim vércukor eredményéről, mert nagyon nagy bajba lennék. És hát ezt próbáltuk egy kicsit meggyorsítani. Tippeket adni, hogy lehetne jól megcsinálni. Ez egyébként ugye nem csak a betegeknek probléma, hanem az orvosoknak, ez meg az asszisztenseknek is. Tehát amikor ezt a tervezetet így először megvillantották, én elkezdem, hogy aznap reggel így az első kávéjukat így remegő kézzel szívva állnak az útfalon a doktorok is, az azt is, hogy ezt nem fog bírni. Persze. Nem lesz készebb, kiúlik haja. Internet, applikáció, bárhogy. Csak tényleg küldjék el. Nincs elég bajuk. Na, és hát arról beszélgettünk, hogy amikor az ember elmegy orvoshoz, nehogy Isten beteg, és leül várakozni, akkor hát jobbnál jobb pillanatokba tud belecsöppenni. Mi a nagy magyar valóság, ugye? Mindenhol vannak sajnos beteg emberek, nálunk talán annyi a különbség, hogy órákat kell ülnöd, ugye? És várni akár egy röntgenfelvételre is, és közben hát a füledet nem tudod bedugni. Szenzációs beszélgetéseket hallgatsz ki, hallasz meg, kapsz el mondatok, félmondatok formájában, és nem csak doki beteg kontextusban, hanem beteg is megbeszéli a nagy problémát.
39 éves nő vagyok, vesekő gyanúval ültem az STK-ban az urológia előtt, így volt szerencsém 2 órán keresztül hallgatni az idős ura különböző prostata problémáit. Hogy még áll-e az ászló, rekelent a merevedés. A kisfaluban, ahol pár éve lakom, pedig azt hallgattam végig a körzeti orvos várójában, az idős helyi nénik azon tanakodtak, hogy én vajon a Józsi lánya vagyok-e. Majdnem összevesztek ezen. Nem tetszik megkérdezni. Vártam a soromra a dokinál, figyeld az SMS-t, vártam a soromra a dokinál, nagyot köhögtem, erre rám szólt egy idős néni, miért megyek oda betegen, még megfertőzöm őket. Csak melegedni jött nyilván. Imádom, óriási. Hát anyanyom, komolyan itt köhög a rád. A beteg miért nem megy orvoshoz? Itt ül a rendelőbe. Ja, ez az. Ja, akkor én vagyok rossz ilyen. Rendelőintézetben hallgattam ki két néni beszélgetését, ahogy egymást kontrázzák ki, kiszed több és erősebb gyógyszert, mire az egyikük azt mondta, hogy szanaxból napi 5 szemet kell szedni, erre a másik rávágta, semmi. Én a szanaxot úgy kapkodom, mint a TikTokot. Nem bírtam a bajnő nevet, és iszok le két unikumot. A törött könyökömmel álltam hajnali 2-kor a ceglidi baleseten, amikor vörös szemmel és fejjel berobog egy szőkeliba, mögötte kb. 60 éves anyukája, hogy neki azonnal be kell menni. Bekopogott, a doki kinyitott az ajtót, betette a lábát, és az ajtóba hangosan elkezd kecsetelni, hogy már megint bele álltak a szemébe. És most bent volt a kontaktlencséje, be fog gyulladni, azonnal takarítsák ki a szemét. 2 órája álltam sorba a szilánkos a tört könyökömmel, mellettem pedig egy tetőfedő várt, akinek szétnyílt a koponyája, mert ráesett egy kúpcserép. De a csaj bekönyörögte magát, hogy a szemébe van a cucc. Az anyukája, figyelj, nagyon jó. Az anyukája kimaradt és beszélgetett egy idős bácsival. Hát, mindig ez van. Hetente eljátszott. De jó a buli. Hát ezek a mai fiatalok, hetente szemmel lövik a lányomat, nem tudom mit csinálni. Lélkó, úristen, de jó. Szemüveg. Azt igen, éreztük, hogy ez egyébként jó téma lesz. Tehát ilyen kihallgatott beszélgetése mindenkinek van. Anyukámmal voltam az infektológián, és egy vadidegen 20 pár éves csaj részletezte a székletét nekünk. Az elején meg tetszett a csaj, de utána már a kedvem is elment tőle. Noel küldte nekünk. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jaj, szavaztok fiúk, jó reggelt, Ria vagyok. Ria, erről, te fogászaton ültél, mit hallottál? Hát, én nem mit hallottam, hanem ezt nagyon nehéz összemesélni, mit láttam. Na, mit láttál? Hát állt a fogam, és én is arra vártam, hogy majd csak bekerülök, és kapok valami kis gyorssegélyt, és mellettem ült egy néni, nagyon néni volt már, és kérdezte, hogy én mire várok, és akkor mondtam, hogy fáj a fogam, és azt mondja, hát ő megmutatja nekem, kikapta a fogsorát a szájából. Valószínű ebéd után lehetett. Ez nagyon, ezt nagyon nehéz lesz elmesélni. Ebéd után lehetett, mert ott volt még az ebéd is a fogsorában, és hogy megmutatta, hogy mutatott bele a szájába, hogy ott nézem meg, hogy ő neki ott nyomja a protézis a fogínyét. Úgyhogy olyan hányigerem keletkezett, hogy úgy gondoltam, hogy ez nem jó helyre jöttem. És fogsod nélkül ez nagyjából így, apányom, nyom már meg, hogy a belosszájra kellett volna mennem, mert hányigerem van. Atya nem, Isten. Nem a fogamfáj, igen, fiúk. De elmondtad a nénekre, hogy igen, hát ott látom, egy kicsit tényleg meg van nyomva a felsőjén. Nem mondtam, mert tényleg hányigerem lett. Rosszul lettem, föl kellett állnom, vizet kellett inni, mert a látvány borzalmas volt. Az, amióta a szájában volt az a fog, az nem volt megmosva. Az kemény. De te szimpatikus, igen, kedves ember vagy, úgy látszik, rögtön elnyerted a néni bizalmát. hogy örültem neki. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szavaszok, fiúk. Puszi, hello. Marika néni 4 percig sorolja a betegséget, mert még 4 a halálosnál súlyos, amely Gizinén ez azt mondja, teljes elánnal az, mint semmi. Jó, ez fűrelépni jós. Nagyjából. Kató néni, nem? Ez egy kató néni is poén. Ilyeneket nekünk ne írjatok. Nagyon jók jönnek. Két néni a rendelőtte, képzeltétek, tegnap olyan rosszul voltam, hogy nem kaptam levegőt sem. Másik gondolkodik, látszik rajta, hogy ő is akar mondani valami nagyobbat, majd azt mondja, képzeld, voltam tegnap a piacon, én meg palántát nem kaptam. Hogyan mondjuk nagyon cuki. Most érted, egy élet egy másik területére. Példa. Amikor várakoztam a sürgőség előtt, megérkezett egy 70 év körül bácsi eltört kézzel, bekopogott az orvoshoz, majd kijött az orvos, és megkérdezte, mi a panasza. Elmondta a bácsi, hogy elesett a kertben, és eltört a keze, nagyon fáj. Az orvos mondta, semmi baj, Józsi bácsi, menjen haza, metsze meg a szőlőt, és jöjjön vissza. A magyar egészség. Igen. Barátnőmet elkísértem orvoshoz, fiatal lányok vagyunk, odaült hozzánk itt néni, és elkezdte elcsetelni nekünk, hogy ő életében először 7 évesen volt végbéltükrözésen, azóta többször megy, mert nagyon tetszik neki. Hát a nénye rájött, hogy azért nem olyan rossz dolog az élet. Nem olyan rossz dolog. Egy bejön. Atya úristen.
A háziorvosnál most 3 órát várunk, ezen után ott alszunk. A sportkórházban a bejelentkezésednél a kezedbe nyomnak egy hasonló papírt, ami most van nálam, ezt kell odaadni az orvosnak, és mire bemész, addigra ki kell tölteni. Na, hát erről beszéltünk. Ez működik, ez a normális dolog. Gyermekkorosnál a matematikus apuka pici gyermekeitől nagy türelemmel kérdezgi a szorzótáblát, gyökvonást. Eközben az egyik gyerek mondta, hogy olyan büdös van, hogy szerintem apa fingott. Az ilyen büdös. Erre a higgadt apukával előtt az állat fogba, a szád olyan hülye vagy, mint anyád. De előtte még szorzótábla kicsi. Az igazi arc, ugye? Ezt nevezem én két arcúságnak. Ötöni. Jaj, de okos vagy. Na, kusra hülye gyerek, megvárlak. Úristen, na, nagyon, nagyon jók jönnek. Mikor voltatok utoljára, mikor volt szerencsétek rendelőbe menni? Most nem volt nagy panasz, nem? Te voltál? Tavaly mikor leoperálták a hátsó részét. Nem. Csak ami fölcsúszott, csak azt a részét. Általában ott nem volt semmi, rendesen ültek a népek. Ez már fővárosi rendelő. Szerintem a falusikban van ilyen rendes, tudod, hogy a mamák leülnek, és akkor megy a dumálás. Nálunk nem volt semmi. Igen, bokatörés gyanújával röntgeneztek, a röntgen végző ember közölte, egyenesítsen már ki a lábfejemet, mert nem tudja megcsinálni a röntgent. Mondtam, hogy ez most nem megy, mire közölte, akkor majd én. Még most is nagyon meg tudnám venni. Tomi küldte nekünk. Nem teljesen egyébként a kihallgatott beszélgetés témakörben, de hát igen, vannak érdekes dolgok az egészségügyben, de ez egy másik téma lenne. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon, nagyon jókat kaptunk, szórakoztató. Reméljük, hogy megoldódik azért ez a imáron szitokszóvá vált törzs kartonrendszer, nem? Hát reméljük. Ez még csak egy ötlet. De előre is részvétünk az orvosoknak, és az asszisztenseiknek. Hát mindenkinek. Az adatok bevitelei. Mindenkinek, igen. Na mutatjuk a hármas ugrást, figyelj mindenki. Jó, hogy mit kell kitalálni legalábbis, egy rövid részleten. Ó, de rendesek vagyunk. Mm. Nagyon rendik lettünk komolyan. Egy világslágerrel kezd a szert, igen, ugye? Azt nem is. Ja, te most esetleg, igen. Bizony. Na, most esetleg. Megmutatjuk még egyszer, hát ha valaki még csak most kapcsolt ide. Igen. Ha ebből nem tudsz kettőt, akkor tényleg... Igen. Gyógyszertában hallottam, higgyetek el, megtörtént, idős néni, adjon már kisebb hüvelykupot, mert nem nagy, túl nagy, és nem tudja lenyelni. Micsoda? Adjon már kisebb hüvelykupot, mert túl nagy, és nem tudja lenyelni. De hát a neve, hogy... Gyógyszertáros Balázs írta nekünk. Hogy benne van, hogy ez valóban megtörtént. Aranyom, adjon már egy kisebb hüvelykupot. Mindig megakad, pedig annyi vizet iszom rá, mint a gödény. Azért is keresztbe fordult a torkomat. Atya úristen. Na, jövünk vissza nem sokára, mutatjuk Peti dalát, mert hogy Peti is elkapta azt a beszélgetést, amiben ugye a tankcsapda említette, hogy várják amatőr zenekarok feldolgozását, és a legjobb felkerül majd a tankcsapda albumára. És hát Peti akcióba lendült, és ő is csinált egy tankcsapdalat. Kíváncsi vagyok, ezt még én sem hallottam. Valószínűleg mulatós, nem? Aha. Hát nyilván az az ő műfaja, bár szerintem ugye kicsit reménykedik. Hogy benne van az, hogy hát csak én leszek a srác. Én szerintem benne, ő ebben reménykedik, hogy azért valahogy megpróbáljuk föltolni arra a tankcsapda albumra, igen. Na, először meghallgatjuk, jó, hogy mit követett el ellenünk és az emberiség ellen Peti, hogyan gondolt újra egy tankcsapda dalt, úgyhogy ezzel jövünk nem sokára Ákos hírei után, illetve már nem Ákos van. Hát, minden nem lehet. Tessék? Liza. Jövünk Liza híreit. Fire! Után vagyunk, pontosan 7 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. És hát ez egy kis kozmix. Ez egy elektronikus üzenet Otitól. Képzeljétek üzenet. Ezzel a dallal szeretne üzenni magyarországi helytartóinak, hogy úgy néz ki, felszáll a magánrepülője Ibizáról, és nem sokára Magyarországra látogat. Nem sokára Magyarországra látogat Oti, nem tölti sok időt, azt üzeni, tovább kell mennie. De tovább kell mennie. Egy reggelre? Egy ausztráliai turné van most kilátásban, úgy néz ki. Ausztráliai magyaroknak is játszik majd. De... lehet, hogy egy reggelre tiszteletét teszi nálunk nem sokára. Én azt mondom, hogy ez egy félreérthetetlen üzenet. Én úgy érzem, hogy DJ Oti feltöltődött. Így van, lófejet tett az ágyatokba, értitek? Értitek? DJ Oti feltöltődött és üzent magyarországi helytartóinak, hogy nem sokára hazalátogat. Még egyelőre menedzsmentek tárgyalnak, tehát Oti nem egyszerű tárgyalópartner, azt kell, hogy mondjam, de most kapott egy olyan félreérthetetlen és hát szabad szemmel látható összegről szóló ajánlatot, amire DJ Oti úgy néz ki,
uh-huh. igen mond, és néhány órára Magyarországra látogat. Úgyhogy nem sok összeg. Igen. Kijön ebben mellőle egy műfős felcsúton. Szép összeg, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, jön Oti. Oti Magyarországra jön, és hát hova jönne máshova, nem a Morning Show-ba. Úgyhogy ezzel szeretném üzenni. Köszönjük DJ Oti. Oti, gondolátok, Oti veletek van. Ezt kellett átadnom. Jó? Én nagyon örülök neki. Ne, jön, nem sokára jön. De azt elő durcás elvonul, nem válaszol e-mailekre. Tehát nem lehet vele csak úgy ezt megbeszélni. Üzent, felvette sejemköntösét, és becsobant. Jó, de hát de, a földközi tengerbe. Azt mondta, hogy DJ Oti elmegy, hát a maximum lihegő, hogy hívják, kipirult arcú, izzadt emberek maradnak, akik hátradőlve a párnát cigizik. Oti! Figyelj! Oti! De jó vagy! Jön Oti, és megcsinálja az egész országot. Így van, úgyhogy nem sokára Oti Magyarországra látogat. Erről ennyit, de nem árulhatok. Nem árulhatok el többet. Oti menedzsmentje megkért, hogy szükszavon. Bármiféle komolyabb információ közlés már szegésnek számítana, úgyhogy Otiról beszélek, mindig szépíteni kezdek kicsit. Annyira izgatott leszek én is. Úgyhogy Oti nem sokára jön. Előre kéri az utalást, hogy van ilyen 90 naposunk. Előre mi? Kes. Otinál nincs ilyen. Oti ebbe könyörtelen. Csak előre, 30 nappal a fellépés előtt. Tehát, hogy semmi. Teljes zackó, húzackóba. Teljes zackóba. Úgyhogy Oti előre kér. Nem 3-6-osba. Nem érkezik meg 30 napon belül, Oti azonnal törli a fellépését, és tovább áll. Úgyhogy nagyon érzékeny. Nagyon érzékeny, és nagyon komoly listát küldt, hogy mit szeretne. Hogy szeretne az öltözőbe, mit kér. Oti van nem egyszerű. De aztán megéri, behozza az árat. Utána, hát az be. Abszolút behozza az árat. Na, gyorsan egy-két friss közlekedési hír. Azt mondja, hogy baleset van az Erzsébet hídnál, a budai alsó rakpart déli iránya beállt, mint a hal szeme. Vera, nagyon szépen köszönjük. Tárnok után már 6 kilométeres a sor az M7-esen Balaton felé, gigadugó, többen elküldtétek nekünk, igen. Sok baromnak üzenem, hogy a leállósában előzi nem kifizetődő. Hagyjad, hadd menjen. Hát nem kell ezzel foglalkozni, mert mi is annyisor megvitattuk. Nem de kell. Nem menjen, hát nem tud menni a mentő. Ott most valaki kihúzza elé a kormányt. De most neki állsz keménykedni, és akkor kihúzod elé a kormányt. Egyrészt nem tudod, miért sietked, hogy az ő dolga, az ő, hadd menjen. Nem? Sos értek egyet az ilyen önkéntes rendőrködéssel. Miért döntem én el, hogy ő neki miért kell sietnie? Nyilván a X6-ossal még tudom, hogy miért megy a leállóságban. De hogy te nem vagy elég bátor, hogy menjél ott, akkor ne emberkedjél. Hát persze, meg soha nem tudhatod, hogy tényleg mekkora. Nagyon csalók ezek az autók. Kis autóból is kiszállad, nagy ember, nagy autóból is kicsi. Hát ez Afrika vadászkaland. Bele lehet szaladni. Szerencsérkezőket fotósok várják. Szép napot mindenkinek. Győrben is van egy trafink a Duna Centernél. Udvariatlan képek készülnek. A busz megállóban rejtőzködő fehér Szeádból, ezt pöszke küldte nekünk. Nyíregyháza belterületét trafia 4-esen, Debrecen felül érkezőket mérik, és a Halászlelki kijáratnál elrobbant autó fogja meg az M0-ást, emiatt van egyébként a nulláson Csepel felé ekkora dugó, írjátok, hogy az M1-es felé elesett, így van. Visszatorlódott Szigeszent Miklósig, ugyanis hát a Kisduna hídban is pihennek útkaparók, plusz van egy baleset is, úgyhogy torlódás van az M0-áson. Pedig ott nem szokott, hát ott most már három sávban jól lehet haladni. Hát látod, egy van, ami kell, és akkor azonnal a vége. Egy van. Mi az, hogy ki a fene az a DJ Oti? Ezt még valaki megmeri kérdezni ebben az országban? Most tekert át a Bartokról. Ja. Ha megkérdezi, nem baj, csak ne olvasd be, mert ezt meghallja, és ja, lemondja a kocsit. Szerződés kötés előtt vagyunk. Te ilyet beolvasol, én nem tudom ezt nála kimagyarázni. Bezárja a kapukat, kikapcsolja a telefonját, és nem enged be senkit. Az Ibizán található villájába, hogy ezt ne olvasd be, ez eljut hozzá óriási baj. Megbántódik. És kezdődhetnek a tárgyalások előről, úgyhogy lehet, hogy sokan nem tudják ki ott ide, ez csak küldjék el esetben. A lelke is van, nem csak arca. Igen. Marcon a külsőre nagy lény, tudom. Berúgtam már vele párszor. Kifejezetten szerethető. Belülember, ugye? Legbelülember. Csak hát nyilván. Hát a külvilág miatt fel kellett vérteznie magát egy csomó mindennel. De ott ő legbelül egy érző ember. És hát ugye a világ egyik leghíresebb DJ. Azért ezt ne felejtsük el. Na, Peti dala elkészült. Mit csinált Peti? Egy tankcsapda dalhoz nyúlt hozzá. Na, gyere, mi ez? Ja. Egy tankcsapda dalhoz nyúlt hozzá, és ezt most szeretnénk megmutatni, hát egyébként nem kimondottan azzal a hátsó szándékkal, hogy valahogy ezt megpróbáljuk felcsempészni. A dal feltűnő lenne, ha hirtelen a mi dalunk jutna be, de azért egy próbát megér. Nem mondjuk el, hogy a Morning Show küldte, csak Petit megkérjük, hogy küldje el az infokukasztankcsapda.hu-ra, és nevezze be az ő dalát. Aztán hát, ha majd a fiúk kiválasztják.
mondjuk nehéz lesz eltitkolni, hogy a mi gyerekünk szerintem a Peti. De... Igen, igen, mi sem hiszünk ebben valójában, úgyhogy még nem is hallottuk a dalt. Nem adjuk fel, nem adjuk fel, mert hát ugye volt már korábban egy próbálkozásunk az Eurovíziós dalverseny kapcsán, azok igen. Nem jött össze, mert nem ment át a 60-asokon. És Bali nem tud lakatot tenni a szájra, keresetlen szavakkal illette az MTV iradóit, és ezt nem az a következő évre megpecsételt a sorsunkat, mint Eurovíziós komoly magvas gondolatokat nem tartalmazott, de semmi más nem akart, csak szimplán, pusztán szórakoztatni, ami szerintem egy tök jó kis küldetés szerintem, ahogy egyébként egy reggeli műsornak is alapvetően ez a funkciója. De most ugye elkészül ez a tankcsapda album, ami gyakorlatilag már többé-kevésbé el is készült, azt hiszem, hogy már csak stúdiófelvételek vannak, hátra egy dupla feldolgozás album lesz, az egyik felén ugye nagyon népszerű mostani előadók dolgoznak fel egykori tankcsapda számokat. A másik albumon pedig a tankcsapda dolgoz fel, talán egy picit régebbi klasszikusokat. Mind a kettőre kíváncsiokat belehallgattunk a Charlie-ba, hát szenzációs, ugye, szenzációs tankcsapdásan szól a Charlie, és meghallgattuk Tóth Gabit, ugye. Tóth Gabi, adjon az ég. Adjon az ég. Kowalski. És a Kováikat is, hát ez szenzációs volt. Na, Peti, újra gondolt egy tankcsapda dalt, és gondolom mulatosra csinálta meg, az Azt mondom, I című egyik leghíresebb tankcsapda dalhoz volt hozzá, amitől kicsit félek. Nincs egy picit félmészet, de a Lukácsik is nagyon picit tartanak tőle. Viszont ezt mindenképpen érdemes elmondani előtte, hogy ugye a Laciak azt mondták, hogy hozzá lehet nyúlni a szöveghez. Igen. Tehát, hogy ne csodálkozom senki, hogy itt-ott azért belenyúlt az eredeti szövegbe Peti, sőt, talán nem is tudom, hogy itt-ott meghagyta, inkább így mondanám az eredeti szöveget, de a Laciék erre áldásukat adták. Hát akkor jön Peti, és az Azt mondom, állj, tankcsapda mulatósan Polgár Petitől. Azt mondom, igen, ide egy hallgató, tök igaza van, tehát ez inkább paródia, mint feldolgozás. Igen, de elemében van. Uh-huh. Igen, minden idők legprimitív polgárpeti száma. De szórakoztató. Igen, nagyon van. Hát köszönjük szépen Petinek. Ez gyorsan egy nap alatt a gyerekek átgondolt egy tankcsapda dalt, és hát gyanítom, hogy nem kiabálom el, ha nem leszünk ott az albumon. Igen, Peti semmi sem, de szórakoztató volt. Tehát lakodalmasként, paródiaként meghallgatni a tankcsapdát, arra viszont tökéletes. Nem? Már látom magam előtt a Tisza Kécskei falu napot. Figyelj, és tudod, hogy kajálni fogják. Tehát, hogy kajálni fogják. Tényleg, hunadal, hunanyár, és azt mondom, állj. Igen, hát van azért elfolytás Petiben is rendesen. Szóval azt gondolom, hogy azért egy jó, és húsvér város, nagy megírjátok. Igen, egy húsvér barátni azért sokat segítene ezeken az elfolytott gondolatokon, amik Petiben munkálkodnak, mert minden hát. Így szövegben ír meg, viszont szórakoztató. Szerettük, tényleg jó. És azt írta egyébként a dal mellé, alatt. Igen, hogy mennyit melózott meg. Képzeljük. Hatalmas meló volt. Teljesen beteg. Teljesen beteg. Hát Peti is igen, de hát Peti ezért jár falunapokra, és ezért szeretik. Tényleg beteg, de azért egyszer meg lehet hallgatni ezt is. Így van. Na, hát nehezes stílus, a karameltől ilyet hiába is már. Jó, gyerekek, a Petitől tudjuk, hogy elrössze, hát ugye Petitől ez jön. Ilyen, hát Peti ilyen, gyerekek. Ez is elfér, az is elfér, nem? Évekig próbálták kezelni, de hát nem beletörődtek. Na, mi van a tesztünkkel? Mesélj egy kicsit, hogy állunk, mi van? Nincs ne, most már nem egy kamut kitalálni. Nincs tessék? Most levesporom úgy. Nem érdekel engem a levespor. Mondom, miről van szó, hát ha valaki nem tudja. Ugye Feri behozott egy hírt, miszerint egy házaspár egy éven keresztül próbálta megmenteni az ő házasságát, méghozzá úgy, hogy ők szex terápiára utalták ugye saját magukat. Asszonyka úgy döntött, hogy az ő kapcsolata már nem jó, és elkezdett szexelni olyannyira, hogy egy éven keresztül, ha jól emlékszem, ugye egy éven keresztül így van, minden nap szexelt szex. A férjével, egy amerikai nőről van szó, azért vállalta ő ezt be, hogy mentse a házasságát. Ő magának voltak ilyen értékelési problémái, volt három gyerek, nem éltek rosszul, nem volt veszekedés, uh-huh. Nem akartak válni, csak hát valami eltört, igen. Ahogy ez hát elő szokott fordulni. Annyi a különbség, hogy náltok két gyerek van, egyébként minden más téma. Valami igen. Eltört már nálunk igen. Is. Igen, nem engedte, hogy a férjem mesztelenül lássa, egy csomó baja volt önmagával, és egyre kevesebbet bújt össze, amikor szexre került a sor, akkor azt mondta, hogy csak lekapcsolt villany mellett lehet, és Feri ugye elmesélte ezt a hírt nekünk a múlt héten, sőt, mi több, odáig ment, hogy ő ezt beveti otthon. Igen.
Hát, hogy mondod meg ezt életet? Hogy mondod meg ezt? Elkövetkezik a dolog. Ugye hétvégén kezdtem az intenzív támadást. Ami aztán annyira nem lett intenzív. Hát nem, mert csütörtök van, és nem állunk sehol. Igen. Na, hogy állunk most? Tegnap megint... Nekamuz. Ne hazudjál. Nem, de tényleg. Az összevissza. Hát, már amikor egy nagy levegőt veszel, akkor már hazugságnak van. Kis levegő. De, ugye megpróbáltam hétvégén, és tegnap este az volt, hogy fölgyűrtem magam, hogy megpróbálom beadni az asszonynak a megfelelő dumát, de színházban volt, én voltam otthon a gyerekekkel, és ahogy lefektettem őket, meseolvasás közben most meg én dőltem el. Tehát oh, meg akartam, nem tudom, most már azt egy hete foglalkoztunk ezzel, hogy elaludt, én aludtam el, színházban volt, tegnap hangversenyen voltunk. Aha, igen, miért nem azt mondod, hiába bögdöstem a zsőjében. Várom, megyünk egy Picasso kiállításra. Én nem megyek színházba. Jó, darab volt. Nem tudom. Olyan színház készségem van, megörülök. Na mindegy. Szóval nem mondtad el. És én elaludtam, mire ő hazaért. Pedig felkészítettem magam, fölvérteztem mindenféle jó indokokkal, hogy akkor az van. Tehát ma este újra megpróbálom. Ugye? Jó, ugye? Ugye te is azt gondolod, amit én gondolok? Ugye te is azt gondolod, amit én gondolok? Hogy hiek, akkor meg koncertem volt. Komoly zenei koncertem? Nem, műpába. Ma nem megy sehova, ma nem megy se ő, se én. Leteszük Johann a gyerekeket. Johann Sebastian Bach, nem értem én. Minden nap Bachat én meg. Igen, érted. Csak a Bach. Na, szóval jó van, értem. Beosztál egy... Zuhanyoztál előtte? Minden volt. Megmostam kis Ferit, nagy Ferit, mindenkit. Érted? És rendet tettél a súsnyásba, volt bozotvágás. Úgy van, erdőtűz. Úgy van. Már megnéztem azt, hogy soha támaszkodom majd lazán a nappaliba, érted, mikor jön mikor a béka, és akkor elmondom, hogy na az van, figyelj, hogy nincs bajunk, de mi lenne, ha ezt kipróbálnánk? Hogy minden nap egyszer. Na, jössz fel, mert megfázol. Te miért nem alszol? Kicsit félek az élettől, hogy mi van, ha azt mondja, hogy hülye vagy, elutasít. Hülye vagy, látod már magad nappal. Hülye vagy, láttalak már többször mesztelenül. Igen. Hülye vagy. Múltkori szeretkeztünk, az sem volt jó. Hülye vagy, ez veled egy évig normális vagy. Na jó, adj egy békaszámot, ez így nem mehet tovább. Tényleg mennyire jó? Jó, nem, én nem várom. Nyilván majd te fogod fölhívni a békát ezzel. Hát most két választásunk van. Vagy elúzerkedjük. Hát, ha veled nem akar beszélni, akkor Balázsval csak fog. Két választásunk van. Vagy elúzerkedjük ezt még egy ideig, és megkérdezik holnap, meg hétfő, meg elaludtam, meg de mit tudom én. Meg tagadót csináltam, meg kolbászt töltöttem, meg nem tudom, színházba volt, meg nem tudom. Vagy most átpatintott szépen a számát. Fölhívom és elmondom neki élő egyenes adásban, hogy figyelj béka, ez van, ez a kísérlet, mondja át vagy bét. Aztán tessék. Nincs több kecmec. Bali várt egy hetet. Ország előtt szegény asszonyt erre kényszeríteni. Hát, lehet, hogy nem lesz ez kényszer. Vannak olyan emberek, akik az otthoni problémájukról sokkal nyíltabban, őszintében beszélnek, akkor, hogy a jövőben hallják. Ez nincs probléma. Hát már mindjárt megkérdezik, hogy nincs probléma, de minden jó, csak hogy azért. Mennyi időt csatszoltál magadra, hogy mennyi ideig menne? Hát csoda, nekem évekig. Hát 2 perc. Én nem arra gondolom, akarám, hogy... ez nincs megadva, hogy meddig kell csinálni, csak napi egy. Az amerikai nő elmondta, hogy a kísérlet lényege, hogy ugye egy éven keresztül, és megmentette a házasságát, de gyerekek le a kalappal. Pár hónapig gyűlölte. Pár hónapig gyűlölte, így van. Azért minden nap. Igen, Joda is megmondta, írja egy hallgató, tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld. És mekkora mondás? Adj egy béka számod, nagyon gyorsan. Ott van, tessék. De Márknak csak egy, hogy hívják, egy ízszányút kellett kiemelni a mocsárból. Illetve Luke-nak. Márk emélek, igen. Na, jó, figyelj, nem. Igazam volt, amit szoktam mondani nektek, hogy 50 felé az ember már jobban fél a dugástól, mint a veréstől. Úgyhogy ezért... félek. Valószínű, ezért támaszkodtál ott a radiátoron, ígő Ika a gyertyáknál, mikor megjött, elfújt, azt nem feküdt aludni, te meg vetted volna a levegőt, hogy elmond neki a színház után, de megint nem mertél belevágni, mert félsz attól, hogy mit nem mond. Nem félek, hát elaludt ő, most elaludtam én, hát későn jött haza. Jó, de ha igen mond esetleg, és benne van, akkor viszont tényleg álljatok rá. Tehát akkor tényleg nézzük meg, hogy ez meddig működik. Jó? Mit meddig mi? Évekig. Nem, be lehet ezt ismerni, hogy egy hét után már nem volt kedvetek, de nincs ezzel baj, de akkor tényleg csináltam meg. Tehát legyen ez egy valódi tudományos kísérlet. Van békaszám? Ez az övé, nem kamuzol. Nem lesz most hirtelen az, hogy a pult alatt írta egy SMS, hogy nevet föl. Jelöl béka, nevet föl. Na jó, beszélek, várj föl. Ő fölveszi, rendesen. Lehet, hogy nagyon update lesz, és el fogom mondani, hogy igazából nem arra vágyik, amire te, hanem azt mondom, száj. Száj, ilyen többet ne csinálj. Fölhívjuk gyerekek, ez nem mehet tovább. Tehát most vagy végzünk tudományos kísérletet. Nem megfelelő.
Na, tényleg már. Én azt gondoltam, hogy az instant leves fűszerporának meggyújtásnál szánalmas a próbálkozás. De hát kamu számot adsz. Kamu, ott van, hát azt nem tessék, ugyanaz a szám. Na, azért mondom, ne menekülje, ne legyél puha. De ha ez most anyukád száma. Tessék! Hello Balázs, jó reggelt, szia! Béka, te vagy, jó helyen vagyunk? Én, igen. Hello, jó reggel! Szia! Hello, Béka! Nem én akartam ezt az egészet, ne figyelj oda. Igen, élőadásban vagyunk, csak mondom, mielőtt bármi jött mondanám, vagy mi mondanánk. Élőadásban vagy. Hol törtünk rád, merre vagy? Nem vagyok, kérlek szépen a műhelyemben, és itt próbálok ilyen anyagokat rámolni jobbra-balra. Kirabol szépen valamit, anyagokat rámolsz a műhelyből. Éppen betörtök valahova? Na, figyelj ide! Hát, itt van ez a hős férfi, és... És Feri is. Olyan? És itt van Feri is. És napok óta... De ne röhögjél, Béka! De már nézd meg! Igen, drágám. Napok óta próbál neked valamit elmondani, de egyszerűen ő legalábbis azt mondja, hogy nem tudja, mert hogy vagy nem vagy otthon, vagy színházban vagy nem volt kellő bátorsága, vagy mindig közbe jött valami, és ezért most én azáltal, hogy téged felhívtalak, megadom neki a lehetőséget, hogy elmondja Feri neked, hogy személyt fogom elmondani. Ez egy nagy coming out, igen. Feri meleg. Ez túl a züllelélek. Igen, nem merte neked elmondani, mert a strandon mindig a férfi popsikat stíröli. Nem. El akar neked mondani valamit, amit nem mert. Ez egy tudományos kísérlet, amit elvégeztek Amerikában, és állítólag működik. Nem azért akarja, mert baj van a ti házasságotokkal, és nem azért akarja... Jó mondat! Miért ágyazok én meg ennek? Miért húzom ki a méregfogát ennek a beszélgetésnek? Parancsolj, Feri! Nem, azt mondtad, hogy te mondod meg. Nem, hát ez a te kísérleted, hát itt van a párod a vonalban, tessék neki elmondani, egy kicsim, arra gondoltam, hogy. És akkor nézzük meg, hogy mit mond rá. Na, az van, kezdjük az elején. Hogy vagy, Béka? Szeretlek. Jaj, kaput! Okay, na, hogy egy amerikai kísérletről van szó, vagy angol, de ez mindegy, hogy ők is érted, hogy mi rendben vagyunk, tehát hogy nincs baj, csak ők azt csinálták egy éven keresztül, egy nő meg egy férfi, hogy a nő úgy érezte, hogy már ő maga nem olyan, de te tudom, hogy te olyan vagy, hogy ők egy éven keresztül minden nap szexeltek, képzeld el. Szörnyű, mi? Hú, de jó nekik. Aha, én érzem a lelkesedést hangjában. Érzem, van ott tűz. És? Hogy az... Lázzuk meg az eddigit, vagy hogy akkor mi a kérdés? Azt kell mondani, hogy felezzük le. Igen, dublázzátok meg, hogy legyen évi kettő. Nem, hogy figyelj, szóval... azt gondoltam, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk. Aha. Mármint a házaspárral együtt. Én napokra ezen néztek rám az iskolában. Valószínű, igen, években, hát nem évek óta, hát napok óta kérdezik, hogy na mi volt Feri, na mesélj, és akkor mondta, hogy színházba voltál, meg egyszer el akarta mondani, de elaludtál, meg nem merte, meg nem voltál. Tehát, hogy lassan egy hete megy ez a mi volt Feri, mesélj már, hogy haladtok a kísérlettel. Na, hogy így elkezdenénk, és akkor napi egy. És ez mennyi időn keresztül kell egy csinálni? Év. Nem, hát amíg juttok. Nyilván amíg juttok. De, hát lehet több is. Hát de jó, de most a szánalmas a hónap után azt mondom, hogy megállt. Gyerekek, ha már hárman túl vagytok, előttem le a kalappal. Aha, tíz éve élek házasságban, gyerekek, azért egy hétig minden nap már azért, na, szóval legyünk őszinték. Ne hazudjunk egymásnak legalább ebben a témában. De Béga, én a felében max. Kettőt bírni. Egyet a hónap elején, egyet a hónap végén. Na, szóval, hogy juttok, amíg juttok, igazából nem azt a konzekvenciát akarjuk levonni, hogy most működik a kapcsolatotok, vagy nem, hanem hogy benne vagy ebbe a tudományos kísérlet, de elindulsz-e Ferivel ezen az úton, vagy akkor, ha nem, akkor kénytelen egyedül csinálni. De elég lesz erről ilyen verbális beszámoló, tehát nem kellett videóra rögzíteni. Nem. Sokat gyártani. Jó a felvetés. Itt álljunk meg egy kép. Jó a felvetés. Na, mit mondasz? Nem merte neked Feri ezt elmondani már lassan egy hete, ahogy állok. Vagy nem értem, hogy miért nem merte elmondani. Mert nem volt arra, mert mindig az, hogy letesszük a gyerekeket, érted, azt akkor összeesünk és meghalunk, vagy elalszunk. Ezt én tudom, milyen, igen. Na, hát tulajdonképpen akkor ezt a problémát kellene megoldanunk, hogy ezen túlegyünk valahogy. Ez egyébként rajtunk múlik. De én nyitott vagyok, mert ez egy örömteli tevékenység egyébként részemről, tehát benne vagyok ebben a történetben. Szervezzük össze, hogy. Aha, tehát akkor virágnyelven szólva még mindig kívánja a tacskót a kotorék. Igen, beszéljük Snaucerről. Igen, az óriás Snaucer. Még mindig mehet a B-hecske, Bibi, porozt.
Jó, tehát akkor elindítjuk. Megnézzük, meddig juttok. Tök figyelj, nálunk is két gyerek van, én tudom. Tehát általában a feleségem a gyermekemet átkarolva folyónyállal talál rám a hálószobában, úgyhogy alszom a gyereken, a jobbik esetben a gyerek mellett. Szóval ezt tudom, hogy nagy meló, de pont ezért, ha ezt elindítjuk, akkor szerintem ez lehet egy ilyen országos kísérlet, hogy nagyon sokan megpróbálnak újra Ferivel tartani, aztán megnézzük, hogy ki meddig jutott, de nem baj, ha egy hét után az ember azt mondja, hogy figyelj, elaludtam, nem bírtuk tovább, eddig mentünk, ember legyen a talpán tényleg, aki akár egy hétig is eljut. Jó, mikor van kezdés? Szerintem elkezdhetjük ezt mondjuk a jövő hét elején, mert ez a hét még sok a meló. Jég a hát, akkor csinál. Vagy ma vagy soha. Még Jézus a szabás mintát kell elkészíteni. Feri, ez nem hangzott túl jól. Persze, kicsim, persze, bele, elkezdhetjük a jövő hét közepén már nyitott, és leszek erre a dolgokra. Be kell ütemezni, nem megy ilyen könnyen. Hát de most a jövő héten is lesznek olyan napok, amikor valakinél, egyikünknek dolga van, akkor azt ki fog esni, vagy mi lesz? Ha én éjfélre érek haza, akkor kezdjük. Tényleg ezt így pótolni lehet? Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk egy nap kimarad, vagy nem alszunk egyet? Nem, hát akkor úgy kell gondolkodni, hogy akkor ott a reggel, vagy délelőtt, tehát mindegy, az nem az este a lényeg, hanem akkor úgy logisztikázni, hogy 24 órán belül beleférjen. Ugye egy, az amerikai nő ezt mondta, így indította el a kísérletet, hogy valamikor egy délelőtt, délután gyors, fél óra, egy óra reggel, tehát bármi, 24 órában legyen legalább egy. Teljes kapcsolatok, vagy elég mondjuk egy előjáték, az gyors. Hogy egymásra néztek, és már hát, jó. Legyen ez valamilyen utomodon befejezve. Azt az amerikai nem cizellálta, hogy most ez milyen kettőnek jó kell legyen, vagy... Fontos a kölcsönös törődés, azt hiszem. Elég nekem. De igen. Ha már valamelyik kettőnek jó, elfogadjuk. Jó? Nem. Látnunk kell másnap felén a dehidratációnak a jeleit. A horpat homlok, a kiszáradva beesett arcai, akkor igen. Jó. Gazi kérdezi, jól érzem, hogy Béka már heti egynek is örülne? Gazi! Tényleg, és akkor ami egyébként, tehát a meglévő, az beleszámít. Hát a meglévő, az beleszámít. Persze, tehát a pénteket eleve áthúzzátok, mert az ugye fix volt. Vagy igen. Nem, mert akkor hakni van, tehát az mi is így vagyunk otthon, kicsim, készülj holnap szerda. Tehát, a nagymamánál alszanak, a gyerekek, végre lesz valami. Szóval, oké, na akkor jövő héten indul? Legyen jövő hét, nekem az is jó. Nekem jó a jövő hét, de mondjuk a péntek is lehet, mert gyerekmentesek vagyunk. Oh! Akkor most pénteken na gyerek. De az hát holnap van, akkor miért nem kezdjük el ma? Mi van ma, ami miatt nem? Ma? Tényleg ma? Ma? Hát gondoltam, hogy ma... Fáj a fejem. Ma? Nem. Sose hallottam. Ajajajajaj. Na, az akkor ma, vagy holnap? Hát megadom magam. Feri, hát akkor ma tessék, aztán... kicsitni magad, vinni rózsát. Egy üveg rozét, rózsát vinni, és akkor jó hangzik. Minek? Igen, akkor csak kinyitni a hűtőszekrényt, és arrébb tenni a kacsamájpástétomot, benyúlni hátra, kivenni a rozét. Jó, akkor ma indul tehát a tudományos kísérlet. Jó? Mm-hmm. Hát de várjál, üssük már tovább a vasat. Igen? Oké, ma, de miért nem? Itt. Jó, oké, figyelj, Béka, tök jó arc vagy, komolyan mondom, akkor ezt már elindítjuk, holnap már várjuk az élménybeszámolót, aztán meglátjuk, hogy ez a dolog ez meddig megy. Ha úgy érzitek, hogy kifullad, vagy nem megy, ebben szerintem semmi rossz nincs, az ember a gyerekek 6 nap, 8 nap, 10 nap, 3 nap, addig bírtuk, elaludtunk, nem megy tovább. Nem azt a célt szolgált, hivatott szolgálni, azt a célt, hogy kiderítsük, milyen a kapcsolatotok, csak hogy valójában meddig lehet azért ezt két hosszú ideje egymás mellett élő emberrel csinálni. Nem? Jó. Okay. Jó, abszolút. Igen, jó. Ha fiatal koromra fog emlékeztetni, akkor ez az elkövetkező légy jött. Na, köszi. A fiatal. Feri milyen fit lesz. Azt a mindenit. Hát vagy elalszom minden. Igen. Csökkentheti a futás edzéseit. De ez igaz. Oké, Béka, puszilunk. Köszi, hogy felvetted. Jó van, köszi. Ciao, puszi, hello. Ciao. Majd megyek. Nagyon jó. És másnap az élménybeszámolod alapján fel fogjuk tenni a Facebook oldalunkra pálcika emberek formájában, hogy mi is történt egészen pontosan. Tényleg. Minden nap kell legyen már föld. Pálcika emberek. Abszolút, jó. Nincs abban semmi. Béka tök jó fej, nem jön, nem is értem, miért van fej. Ez így alakult, gyerekek. Akkor a mellélövés. Jó arc a Béka. Akkor még én is az voltam. Csak azóta veletek dolgozom. Igen. Ez is elmondta, hogy a fiatal korára fogja emlékezni. Tetni ez az egész. Mondjuk akkor még nem voltatok persze, egy nem ismert. Igen. És hogy írja egy hallgató, ne feledd, Feri, egy bátor tengerész a Vörös tengeren is hajózik.
Így van, vicces. Hát. Jó, hát vannak alternatív. Vannak alternatív. Még vörös kalóznak hívták. Jó, mi lesz velünk, két puhány beszállunk a kísérletbe, vagy csak megint a partvonalról röhögünk valamint teli szájjal, mert megint belerángattuk a Ferit valamibe. Jó, csak háttal legyek Ferinek. Jó. De nem ott kell egyszerre, hanem nyugi, nyugi. Jó, nyugi, nyugi, nem volt őszinte a kérdés. Inkább játszunk egy hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Tényleg olyan nincs, mint az amerikai fociban, hogy átveszem? Hogy mi ott van egy touchdown, kidőlnek, igen, és én átveszem. Mi ha hatig letoljuk, és akkor onnan... Tehát ha egy hét kidőltek, én veszem át, elmondom meddig. Kidőlünk és átveszem. Csináljuk meg egy ilyen láncba. Ja, úgysem ennek nem, nyilván bocs, félreértetek, én azt gondoltam, hogy tehát Feri elkezdi, és enyém lesz a hazafutás. Ja. Nem, arra gondoltam, hogy kidőlnek balra egy hét múlva, két hét múlva, bármeddig bírják, és amíg beleférünk novemberig, akkor átveszem, és utána passzolok neked. Egy ilyen 400-as váltó. Jó, nézzük meg, meddig jutnak, és ott majd elgondolkozunk, hogy lesz-e váltó. Tehát ez egy ilyen magyar 400-as váltó lesz-e, vagy Feri egyedül futja a 400-at, jó? Nézzük meg, hogy mi lesz erről. Itt van a hallgatónk, halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt! Hello, Anita! Szia. Na mit szólsz, Ferinek elindul a kísérlet. Nagyon örülök. Én nem tudok ehhez most hozzászólni. Van párkapcsolatod? Persze, hogy van. Na és hogy álltok a szexel? Na tényleg. Tessék, de most őszintén. 37-es kismama vagyok, szerintem, hogy a gratulálunk! Nagyon jó. Akkor most legalább van mire fogni. Nem? Így van, és egy kicsi hagyja. Igen. Nincs fejpályás, mi? Gyerekek, a magyar lakosság 99%-a, higgyétek el, hazudik a szexuális életéről. Még barátoknál, barátoknál, és megy a presztízselés, nekünk ennyi, ó, mit tudtok ti, mi heti x-szer, aztán a magyar valóság pedig valójában azt hiszem szörnyű lenne. Első gyermek? Igen. Első gyermek? Igen. Ja, úgy értettem, azt mondta, hogy igen. Elsőre nem hitte el, Balázs. A hangod alapján ne. Hát akkor nem sokára. Mikor vagytok híra? Hát papíron november 16. Na, mi is addigra? A mi szülésünk november 19-ére van kiírva. Hát ilyetek 3 nappal előbb. Hát akkor nagyjából egyszerre. Egyszerre változik majd meg az életünk. És hogy fogják hívni a kis puját? A kis puját Norbinak fogják hívni. Norbi, helyes. Apukája után kapja a nevét. Apuka is Norbi? Igen. Nem volt kedvetek gondolkodni, vagy apuka ragaszkodott ahhoz, hogy a kis örökös is Norbi legyen? Ezen nem volt vita. Aha. Igen? Vagy nem volt ötlet, és pont egy pékség előtt állhatok. Felnézett a kirakatra, és azt látta. És még szerint, hogy nem update le. Igen. A kis Jennifer update. Oké, okay, szóval Norbi. Jó, és már babaszoba berendezem minden nagy várakozás? Nagyon-nagyon várjuk már egyébként, megvan a kis helye, már falmatricától kezdve nagyon sok mindenünk megvan, meg hát nagyon sok minden nincs meg, meg hát a várakozás, hát nagyon-nagyon izgulunk, legalábbis én nagyon. A gyermeknevelés legboldogabb része a terhesség. Igen. Komolyan mondom, az a legidillibb. Mert ugye készülsz valamire, amit még nem tudod, hogy mi. Amikor babaszobát rendeztek, hasad simogat, puhika, nyutyika. Nem, tényleg, itt az egész nagyon boldog. De nem komolyan mondom, ez egy boldog a nő, boldog korszak. Amikor a férfi és a nő egy testben szinte összekovácsolódva várja az új jövevényt. A nagy hányás. És aztán, aztán az elmúlik, és akkor utána azért van ilyen szép része a terhességnek. Nem, amikor babaszobát válogattok, még nem tudod, hogy mi jön, és akkor rendezgettek, festegettek. Nem? Így van ez? De mi már nagyon hamar megtudtuk, hogy kisfiú lesz, meg egyébként is apuka is úgy állt hozzá, hogy mindegy, hogy milyen, tehát csak egészséges legyen meg fiú. Tehát mi így álltunk hozzá. Igen. És így könnyebb volt a dolgunk, hogy csak kék lesz minden. Az jó, és utána befejezem csak a gondolatot, hogy utána viszont jön valami egészen más a teresség után, ami egy fejes ugrás a szakadékba. Még ne csináld. Tessék? Vagy előtte van, ne csináld. Ő még boldog. Akkor nem mondják más. Meg még az első baba, úgyhogy ne ijeszges. De jó. Igen. Te utáltam, amikor azt mondták, akkor aludj előre. Minek alud? Úristen. Milyenek a kérdések, Jani? Nézem, azt mondja, hogy én értem, nem rossz. Te írtad, vagy? Klasszik műveltségi sor. Klasszik műveltségi. Na figyelj, Anita, mehetünk? Próbáljuk. Itt szól az első kérdés. Melyik városban található a Szent Sír templom? Van egy barátom. Jeruzsálem? Úgy van. Jó. És van egy barátod Jeruzsálemben? Messzire indítottál. Paprikás krumplit főzök. Jeruzsálem. hogy jött ide a barátod? Hogy van egy barátod Jeruzsálemben? Vagy van egy barátod, aki internetezik? Vagy van egy barátod, aki segít? Van egy blogger például. Meg van egy barátom.
Ja, hogy googlizol. Jó az, nem tiltjuk. Aha. Értem én. Hát akkor gyorsítunk. Melyik magyar történelmi személyiség édesanyja volt Szilágyi Erzsébet? Fosor. Ja. Na jó, nem csak viccelte. Jó, mondd gyorsan, na mondd gyorsan. Ez fejből, ne gépezz fejből. Szilágyi Erzsébet, ez könnyű. Ne gépezz gyorsan. Ne gépezz. Ne gépezz gyorsan. Ne gépezz gyorsan. Kücsük kurba. Mondd a jó választ. Na jó, nem. Ez a hármas ugrás hard. Ez a nehezített pályában. Mi volt? Lefagyott az internet? Igen, Hunyadi János felesége volt. Tudod mi a bajom? Hogy szerintem, ha nincs internet, és nem azzal vagy elfoglalva, hogy be kell ütnem, be kell pötyögnem, jól írjam, rosszul írjam, kurzorvilág, nem tudom, akkor ezt fejből meg tudod mondani. Nagyon. Nem? Hát, a versnek az első két mondata az eszembe jutott, de úgy sem. Nagyon jó. És ha még ez is lett volna a kérdés, hogy ki volt a férje, de hogy a gyerekére voltunk alapvetően kíváncsi. Igen. Nehéz volt? Igen. Nem. Na mi legyen most? Azért, mert nehezítettük, mi legyen? Hm? Igazi. Mi csináljunk? Nehezítsük? Legyen egy harmadik, mert bele kvarcsaktunk itt? Vagy... Jó legyen. Legyen? Legyen, persze. Ha megvan, akkor az olyan, mintha végigment volna. Három kérdésem. Most mindjárt írják majd SMS-be. Jó, félmesebb, akkor nem szólunk bele. De akkor most ezt, ha nem mondod egyből... Figyelj, ha nem mondod egyből, akkor vége van, jó? Megállapodunk, akkor így kapsz egy harmadik lehetőséget, oké? Okay? És ugyanez lesz a kérdés? Hát fokos, picit debil lenne azért ez a játék. Még hozzánk képest is, pedig mi is azok vagyunk. Na figyelj, de csak azért, mert beleszólt. Melyik Shakespeare mű címe egyezik meg egy szőlőfajta nevével is? Otello. Jó van! Hát tudsz te, ha nem internetezel. Hát jó vagy te. Azt a mindenit, de jó vagy. Otello, így van. Korábban jött a kicsi, vagy a férjed volt az, aki? Bemondta. Vagy megszültél, és nagyon jól beszél a gyerek. Megérkezve a párom. Na, látod, milyen jó, hogy olvasott a párod. Oké, okay, figyelj, akkor megvan. Vagy szeret inni. Vagy csak boros. Vagy szereti a bort. Anita, megvan az ajándékcsomag, jó? Nagyon köszönöm, aranyosok vagytok. Így járulunk hozzá a kis Puja születéséhez. Noibihoz. Jó, puszi. Köszönöm szépen! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Azért, aki nem ismeri ezt a műsort, ide kapcsol, és egyszer csak azt mondja, hogy a játék közben elindul egy ilyen, így van, azt szerintem nem érti, hogy tőt mi biztos, hogy megőrültünk. Ha esetleg valaki most hallaná ezt a nótát, ez egy török gyerekdal és egy békácskáról szól, tehát nem Szilágyi Erzsébetről mondunk be nevét. Nem véleményeztük Szilágyi Erzsébetet így ezzel a dallal, hanem arról szól, hogy kicsi béka törökül. Egy kis béka. Egy kicsi béka, ez a török fordítása. Ez egy török dal egyébként. 3:10 lesz, pontosan egy perc, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatára. Ez itt a Morning Show. 10 perc van pontosan 7 óra, amiket beszélek, 10 óra, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Egy nagyon érdekes kezdeményezéssel foglalkoztunk korán reggel, van egy applikáció, ami segít abban, hogy az, aki olcsóban szeretné élelmiszert venni, az a nap végén az éttermekben, boltokban, delikáteszekben megmaradt élelmiszert megkaphatja féláron, ugyanis elképesztő mennyiségű élelmiszert dobunk ki ugye világszerte, hát rengeteg, a megtermelt élelmiszer 30-40%-a a kukában végzi, míg Magyarországon is naponta több mint 100 000 kilogrammnyi étel kerül a kukába. És ez arról szól, ne értsétek félre, nem arról, hogyha valaki hajléktalan, hanem kispénzű családokról, azokról, akik talán nem tudnak hát elég ételt venni a gyermeküknek, de valahogy internet közelbe tudnak kerülni, és egy applikáción keresztül tudnak olcsóbb élelmiszert vásárolni. Nyilván itt beszéltünk arról, hogy az ilyen helyzetben jutott családoknak nem mindig van okostelefonja és applikációja, de legalább van egy lehetőség, hogy valakit megkérjenek, az beregisztrál, megveszi és eljutnak. Az applikáció egyik hát kitalálójával beszélgettünk erről, hogy jut el ez az emberekhez, hogy kérik meg az éttermeket erre, mi az, ami egyáltalán a nap végén megmaradt, kiderült, hogy rengeteg élelmiszer megy a kukába. Erről beszélgettünk, ez szerintünk egy nagyon jó dolog, hogy elindult Magyarországon, és hát arról, hogy állítólagosan van egy törvénytervezet, ami reméljük még csak tervezet, és javítanak rajta, új rendszert vezetnek be, a házi orvosoknál órákat kell majd várakoznunk, ugyanis jönnek az újfajta törzskartonok, ami miatt rengeteg kérdésre kell majd válaszolni a házi orvosnál.
és kiderült, hogy akár fél órába is telhet a kérdésem megválaszolása, ha végre bejutunk a házi orvoshoz. Kicsit megpróbáltuk elképzelni, hogy ez hogy zajlana, ha modernizálnánk a dolgot, és adtunk ötleteket a rendelet alkotóinak, a törvényhozóknak, hogy hogyan lehetne modernizálni ezt a dolgot, és egy picit megsürgetni. Nincs mit, nem? Ugye? Nincs mit. Szerintem jókat találtuk. Ennyi volt. Ennyi volt, így van, már is jönnek a nap legjobb pillanata. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 óra van pontosan. Csabi, hello, jó reggelt! 10 óra van pontosan, szevasztok! 10 óra, igen, úgyhogy akkor hívjuk jókor is. Jövök. Jókor jössz, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, meghallgatjuk a zenédet, aztán mi el jó. is megyünk, jó? Hogy tudjál dolgozni. Tudok akkor is, ha itt vagytok. Hát ne, hagyunk téged. Addig gyorsan egy közlekedés, rekedj és pihenő felé is mérnek az M3-ason, úgyhogy figyeljen mindenki. Na, már itt is van. Most kapcsoltak át valóban. Jó. Morning show. Az utolsó utáni pillanat. Hello. Hello, sziasztok. Azt hiszem, hello. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Nem írtad, Balázs vagyok. Hello, Balázs. Hello, hol hallgatsz minket, merre vagy? Bajáró. Jaj, de jó. Balázs, Bajáró. Azt hiszem, házas Bajáró. Emlékeztek rá? Hogy nem emlékeznénk rá? Persze, még utána küldtél nekünk rétest is ide be. Az nem én voltam, de majd küldök. És hát miért nem te voltál? Egy rétes házbajáról még én megemlítettem, milyen is rétes volt, és egy héttel a kitelepítésünk után még küldött rétest. Jaj, de tupik. Igen. Na, azt mondja, hogy ugye te írtad nekünk az SMS, talán benne volt is a best of-ban a két néni, aki egymás rivalizálva próbálta felülmúlni a rendelőben, és az egyik ugye azt mondta, hogy majdnem rosszul lett, annyira nem kapott levegőt, mire a másik mondta, hogy tegnap még meg nem kaptam a piacon palántát. Igen. Mint ugye az volt a témánk, hogy a kihallgatott rendelői beszélgetések ebben a témakörben kaptunk nagyon sok SMS-t. Balázs, te vagy a nap hallgatója. Jubi, köszönöm szépen. Azt mondtad, Jubi? Jubi. Igen. Jubi, a minden. 40. Igen, és küldünk ezért egy kis ajándékcsomagot, mit szólsz? Köszönöm szépen nektek. Aztán, ha esetleg mennénk Bajára, akkor várlak benneket, nagyon szeretettel. Szóljatok, így rétes. Igen. Azt mondja, értem. Nem sokára mondjuk a kitelepülés helyszínén, szeptember utolsó hetében útra kelünk, úgyhogy mondjuk. Ó, várunk szeretettel titeket. Mondjuk az infókat. Balázs, köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Én köszönök mindent. Sziasztok! Többen kérdezitek az applikáció nevét, amiről szó volt a Best Of-ban, ez a Redinner. Ez iOS-on még nincsen. Androidon már fut, reméljük, hogy minél előbb lesz ott is. És sok bolt, delikát, ez két csemege bolt, hiper étterem csatlakozik, hogy tudjunk segíteni. Csabi, kám, milyen zenéi lesznek? Katy Perry-t hozom nektek. Katy Perry. Őt már csak szeretitek. Szeretjük, persze. Mi mindenkit szeretünk. Mindenkit szeretünk. Ja, Szeresse Orlando Bloom. Hát Orlando Bloom ugye az új kedvese, állítólag már gyerekvállalás, házasság, stb. De van neki most egy új dala, a Rise, nem a Bloomnak, hanem a Katy Perrynek, és amikor volt az olimpia, akkor az NBC a sportközvetítés alatt ezt használta, mint egyfajta olimpiai himnuszt. Mi van a migréneddel? Hogy vagy? Képzeljétek el, ezt gyorsan elmesélem ezt a történetet, a Garami egyik ismerőse tegnap egy lány hallotta, hogy elmondom a migrént, és felhívta Garamit, a Garami megadta a számomat, írt egy SMS-t, hogy hoz nekem valami tuti gyógyszert, bejön vele ide a rádióba három idejére. És írtam neki SMS-t, hogy jó, de hát mit hozol? Betérd el a pultra. Igen, és azt mondta, hogy leírta a nevét, ne ijedjek meg, ez egy végbél kúp. És ahogy ezt így elolvastam, azt éreztem, hogy hú, de jó vagyok. Tehát nekem már nem is fáj semmi. De nem mondta, hogy szájon át is lehet. Ahogy a néni bevette a hüvelykúpot, a SMS-be beolvastuk vízzel. Adjam már, anyom, egy kisebb hüvelykúpot, mert mindjárt megfulladok, nem bírom levenni, bevenni vízzel. Nagyon-nagyon kedves volt Edina, de nem fogadtam nem ezt a segítséget. Hát most gondolod, de benyomok valamit a hátsomba, érted, és azt sem tudom, milyen reakciót vált ki belőlem közben itt az fontos feladat van. Hát beütöld házipatika.com, elolvasod azért, ha egyeznek a dolgok, amit ajánl és amit leír. Benyomnál bármit a kis hátsódba? Én szerintem van a migrénnek az a fajtája, amikor egy biliárdgolyóba is beleülne. Igen. Csak hogy inkább alul fájjon. Nekem is van néha migrénem, én akkor bármit megfogadok. A pályafutásommal, az életemmel, a gyerekeimmel, a feleségemmel kapcsolatban. Nem ítélkezem, de én nem vagyok az a típus, aki bármit bedug a hátsójában. A múltkor annyira fájt a fejem, igen, mondtam egy Ikea gyertyára. Amikor az Úristennel alkudoztam, mondtam, hogy bármit, atyám, bármit, csak ezt már ne. Meg kell a rutin, Csabi, lehet, hogy csak itt találsz majd munkát. Csabikám, kiváló munkát kívánok neked. Köszönöm. 555-55 00 a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország